folytassuk a ülésünket, és akkor visszatérünk az eredeti egyes ponthoz, ami megfelel mindenkinek. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményéről. És amíg gondolkodtok a kérdéseken, akkor néhány dolgot elmondanék. Először szeretném azt elmondani, hogy ugye korábban nagy problémát jelentett a lakótelepen ez a patkányinvázió, ami ugye most már bízunk benne, hogy megfelelő módon majd akkor ez rendezésre kerül. Aláírtam a megbízást, hogy akkor a Városi Üzemeltető Kft. A rágcsálóírtást akkor végezze el a lakótelepen. Ez egyik dolog. A másik ugye eléggé felborzolt itt a kedélyeket az elmúlt időszakban a szúnyog mennyiségének a megnövekedése, aminek értelmében ugye múlt héten már ugye javasoltam a bizottságoknak, hogy hozzuk előre, és akkor ezt a szúnyoggyérítést végezzük el, ne várjuk meg a kormánynak a döntését. Ebben partnerek voltak a képviselőtársaim, és még a múlt héten ugye a bizottsági döntések alapján, akkor a szúnyoggyérítés meg fog történni. Ennek a költsége 900 ezer forint plusz áfa összeg, a szúnyoggyérítésre pedig vasárnap este 7 órakor, 19 órakor fog sor kerülni, tehát mindenki akkor, aki látja a hírekben, akkor, hogy legyen szíves abban az időszakban, ha tehető, akkor bent tartózkodjon a lakásba. Amennyiben olyan idő lenne, hogy ez nem végezhető el, akkor ez az időpont meg fog változni, és akkor következő napon, hétfőn este ugyanebben az időben fog megtörténni. Én szerintem ugye a méhészeket is kiértesítettük, megfelelő módon figyelmeztettük arról, hogy akkor annak megfelelően járjanak el, hogy a méheket ne érje semmilyen probléma. Aztán június 6-án ugye Szabó Nagy Andrea irodavezető asszonya a jogi egyeztetésen voltunk Budapesten a Bene Gyula utcán folyó építkezések kapcsolatban. Ezt annyival szeretném kiegészíteni, hogy tehát Magyar Györgynél voltunk fent Pesten. Ugye az volt a lakosok, még a képviselőtársaimnak is a döntése, hogy próbálj meg valami olyan jogi utat találni az egyik legnagyobb szakembertől a mai Magyarországon, hogy hátra tudnánk itten valamilyen módon hátráltatni, vagy időt nyerni, vagy akár megoldást is találni az ügyvéd úrral egyetemben. Hát meg kell mondjam, hogy ez a június 6-ai találkozó mélyen megdöbbentett annak a formája, ami módon minket ottan fogadtak ezen a napon. A fő üzenet az volt, hogy semmilyen jogi megoldást nem tud nekünk ajánlani az ügyvéd úr. Olyan javaslatokat tett, hogy esetlegesen álljunk ilyen élőláncot alkotva az ellen, hogy akkor semmilyen dolog ne folyjon, ne költözzenek be. Tehát egyébként úgy történt az egész, hogy ott ültünk bent az irodában, leültünk, nem tudom mennyi decibellel hallatszott be az utcáról az autóknak a zaja, tehát sötétbe ültünk, még a villany se kapcsolták fel. Három jogi képviselő ült szembe, az egyik gépnél mutatott, verte a gépet, a másik gépnél. Közben ügyvéd úr folyamatosan telefonált, hívogatták, addig nem tette el a telefont, hogy ha már egyszer egy órát ránk kellett volna szállni, akkor, hogy ebben a megoldásban tudjunk előlépni. Az egyik helyettese ült velünk szemben, akinek a szavát nem értett érteni ebbe a zajba. Majd közben megjöttek a koreaiak a interjú készítésére, hogy akkor volt ez a baleset a Dunán. És gondolhatjátok, hogy ebbe a környezetbe hogyan lehet bármiről is egyáltalán tárgyalni vagy egyeztetni. A lényeg mondjuk az volt, hogy ők semmilyen jogi dolgot nem tudtak már nekünk segíteni, és ugye eléggé lelombozódva jöttünk el, ugye Anikó volt ott meg a párja velünk együtt. Azért mondtam, hogy esetleg nagyon jó lett volna, hogyha Zoli, te is ott vagy, azt láttad volna te is, hogy milyen környezetben próbáltuk volna valamilyen előrelépést tenni, hát mondom, semmilyen. Tehát eléggé lelombozottunk, erre kifizettük a 100 ezer forint plusz áfát, ugye a második ilyen alkalom volt, tehát itt akkor el kellett tudnunk fogadni, hogy ez az irány sajnos rugába dőlt. Ezért mondtam azt, mikor hazajöttem, hogy én sem látok most jelen pillanatban semmi olyan megoldást, amivel előre tudnánk vinni az ügyet, hogy akkor kezdeményezem azt, hogy igenis a bizottságok akkor üljenek le, akár összevontan és megtárgyalva azt, több körökben is esetleg, hogy milyen ötletünk lehet abban annak érdekében, hogy akkor ebbe tovább tudjuk lépni. Na most ezt a bizottsági, összevont bizottsági ülésnek az eredményét gondolom én, hogy tárjuk a lakosság felé.
és akkor kibővítve, akkor akár őket is bemondva, meg hát nyilván ők is dolgozzanak rajta, hogy mit találnak, milyen megoldást. Amit Sanyi nekem elmondott, itt Balázs képviselő úr itt az elején ezt a megoldást, ugye nem egy egyszerű, mert ugye ez már fel volt vetve többször, hogy ezzel mit lehetne kezdeni, de nem elvetendő. Mert tulajdonképpen az a másik telek, ami mögötte van, az övéké, tehát az SZDF-é, tehát ott akár ki tud alakítani, hogy olyan teleket is, ahol ugye meg tudja közelíteni a kijáratot, és elvileg azon a kijáraton tovább menve van egy kapu, egy fizikailag nem látható, de van egy kapu, ahonnan az SZDF ki tud járni, tehát hivatalosan arra az orvos ki tudna járni a kis Ferenc utcára. Ami nekem akályt jelent esetleg, hogy az ottan lakók mit fognak ezt szólni. Hogy most ott esetleg mi történt, de mondom, beszéljünk róla, és akkor minél több megoldási javaslat érkezik, abból hát, ha lesz egy olyan, amit ki tudunk megfelelő módon, akkor a lakosság felé is vinni. Megmondom őszintén, hogy most jelenleg egyáltalán nem látom a megoldást. Tehát ezért is mondtam, hogy én hajlandó vagyok továbbra is mindent megtenni, amíg én itt vagyok a pozíciómban, hogy igenis vigyem el a lakosságnak az érdekeit, de nálam ez a történet megállt. A következő, amit még akartam mondani, igen, május 24-én Arany István kapitány úrral és Ferencik Ferenc rendőr arezredes úrral egyeztettem. Annak a tárgya nem szólt másról, mint arról, hogy az interneten, a Facebookon megjelent egy hirdetés, miszerint a két farkú kutya párt Püsöklarányba festeni akar. A festett is, és ezért jöttek, amikor találkoztatok is kapitány úrral, akkor ez volt a fő oka, hogy bejöttek hozzám, jeleztük feléjük, hogy ilyen probléma van, és akkor utána néztünk a törvényi hivatkozásoknak is, amiben ugye az volt leírva, hogy amennyiben, tehát olyan festékkel festenek, ami lemosható, akkor semmilyen probléma nincs vele, viszont ha olyan festék, ami nem lemosható, akkor ez már rongálás, meg egyéb anyagi vonzatai vannak, és azt az ígéretet kaptam tőlük, és meg is tették, hogy amíg ez az akció folyik, addig akkor ők figyelembe kísérik, felveszik az adatokat, egyebeket, akik ott megjelennek, hogy esetlegesen amennyiben olyan tevékenységet folytatnak, hogy ez nem lemosható, és ugye nem lemosható, akkor a szükséges intézkedéseket utána meg tudják tenni. Mi meg is tették, úgyhogy ennek az ügye folyik, nyilván fiatalok voltak egyébként ott kint, főképpen fiatalokból, diákokból állt ez a csoport, néhányan, 7-8-an voltak ott jelen, úgyhogy ez volt, ami akkor történt. És még egy dologról szeretnék mindenkinek, mielőtt kérdéseket feltennétek, június 11-től 15-ig Balázs Sándor képviselőtársammal Finnországban testvérvárosi konferencián látogatáson vettünk részt. Ugye elég hosszú volt az út, oda is vissza is, tehát két napunkat ez kötötte le jó formán. Ugye ott ugye nagyon jó szívélyes fogadtatásban vettünk részt, részt vettünk ilyen üzemlátogatáson is, meg konferencián is, és igazából a végén ugye, tehát elmondták az alaphelyzeteket ugye ezekben a fő témákban, amikor ott szó volt, tehát minden nagyobb városból volt egy delegált, aki ott ugye a konferencián megnyilatkozott, és a végén arról döntött a konferencia, hogy következő alkalommal Veszprém fog majd helyet adni ennek a rendezvénynek. Bízunk benne, hogy akkor még több olyan információt tudunk megosztani egymással, amivel előrébb viszik a kapcsolatot. Igazából a polgármester úrral utolsó előtti napon tudtunk egy kicsit többet beszélgetni az ottani dolgokról, meg mindenki itt a püsöklarányi dolgokról. Én meghívtam elnök úrral egyetemben az augusztus 20-ai rendezvényünkre, hogy szívesen látnánk, hogyha ők is ellátogatnának püsöklarányba. Ő jelezte, hogy még nem volt itt, és akkor legalább akkor meg tudná ismerni jobban a testvérvárosi településünket, hiszen már közel 30 éves kapcsolatunk van. Hát azt hiszem 73-ban született a testvérvárosi kapcsolat velük, úgyhogy aztán szívesen elvártunk egymástól, és egy jó hosszú úton visszatértünk Magyarországra. Ezt szerettem volna előzetesben elmondani. Bármilyen kérdés van, akkor válaszolok a képviselőtársaimnak. Marga Zoltán képviselőtársam. Köszönöm szépen a szót a polgármester úr. Május 24-ével az első látom a kezdeményen. A zöld város projekttel kapcsolatban
lakóközösségekkel történt egyeztetés. Jó. Azt szeretném megkérdezni, hogy miről történt egyeztetés, mivel állapodtak meg a polgármester úr. Mennyire van megelégedve a polgármester a munkálatokkal, és milyen koncepció alapján ültetnek, vágnak ki fát, ki hagyja ezeket jóvá, vagy ki engedi ezt ezeket, illetve hogy a zöldváros projektnek a másik két pályázata az most jelen pillanatban, hogy áll. Köszönöm szépen. Első körben, tehát a zöldváros projekttel, pont azzal kapcsolatban ültünk le itt a Vezeredi utcai lakókkal, tehát a társasházakkal, kértem egy egyeztetést, mert ugye előző nap vagy két nappal korábban, ugye már mi korábban is egyeztettünk Balázs Sándor elnök úrral a lakóközösséggel, és amikor elkezdődtek a munkálatok, akkor igazából a padokkal volt a probléma, hogy hol leszek elhelyezve a padok, meg hogyan fog a vízelvezetés megtörténni, meg hova tegyünk esetleg asztalokat, hogy a fiatalok hol tudnak ott majd leülni a későbbiekbe. Most az egyik fő probléma az volt, amikor elkezdték a munkálatot, hogy ki akartak vágni egy 35 évvel ezelőtt ültetett ecetfát, amire az ott lakó, egyik ott lakó, nem is tudom, hagyadik emeletről ki akart ugrani. És ugye ennek hatására én leálltattam a munkát, hogy akkor egyelőre álljanak le, hívjuk ide a lakóközösségek vezetőit, akik tudják tolmácsolni a lakók felé igazából a jelenlegi állapotot, meg hogy akkor tájékoztassuk róla őket, hogyan tovább. Igazából csak idősebbek jelentek meg szinte ezen a lakógyűlésen, ami az nem baj, csak igazából egy irányból voltak a kérdések meg a vélemények elhangozva, tehát a fiatalok részéről igazából csak egy képviselő úr volt itt. Egyébként többen voltak, mint maga a képviselője a lakóközösségnek, és tulajdonképpen csak egy alternatívát feszegettünk folyamatosan, az egyik problémájuk volt, hogy nem biztos, hogy kellene nekünk ott a játszótér, mert ugye most se gondozza senki, magyar padok hogyan lesznek elhelyezve, kell ott a átjáró. Fő probléma volt az, hogy akkor hogy jön be a tűzoltótó, vagy hogy jön be az orvos, és akkor hogy fog ott állni esetleg másfél-két orosszáig a bejáratnál, akkor hogyan tudnak kimenni a többi autók. Hát ugye ezeket feszegettük, ugye minden kérdésről nagyjából választottunk, attól viszont mondtuk, hogy attól nem tudunk eltérni, ami a pályázatban be van állítva, és ahogyan a magyar államkincstár jóváhagyta, azoktól a szempontoktól csak annyira tudunk eltérni, amennyi részükről is elfogadható. Tehát egy olyan eset, amikor pontosan a járdában benne van egy ecetfa, az nem maradhatott, hiszen az már befolyásolja a pályázatnak a megvalósulását, hogy ott akkor a járda nem tud megfelelően megépülni. Vagy azok a beruházások, amik belettek állítva, beköltségelve, rajzon szerepelnek, azokat csak úgy lehet megvalósítani, ahogy szerepel, és közben adom a másik választ arra, hogy hogyan folynak a munkálatok, hogy erre egy megfelelő ütemterv van, és megfelelően alá van ezt támaszol, meg kidolgozva, hogy hova, milyen cserjét, milyen fákat kell ültetni, és melyek azok a fák, amik kiszáradtak, nem megfelelő állapotban vannak már, ezt nem én állapítottam meg, hanem felkérték az erre felhatalmazott szakértőket. Tudom én, hogy van, aki azt mondja, hogy ez a fa még nagyon egészséges volt, miért nem hagytuk ott, az a másik fa, meg éppen azt kéne kivágni, tehát nem mi döntöttük el, a pályázatban ugye erre megfelelő módon ugye a költségvetés meg az anyagot összeállították, és a magyar államkincstár ezt fogadta el. És az is ugye, tehát érthető, hogy azért mindenkinek nem felel meg minden, mert ugye az egyik ember ki akar vágni a fát, a másik nem akar kivágni. Tegnap például egy olyan esetünk volt, amikor a kerékpárúttal volt problémája a lakókerületnek, hogy is hívják, ott a vasút melletti kolóniánál volt probléma, hogy miért épült kerékpárút, nekik nincsen rá szükségük. Lehet, hogy nekik rá nincsen közvetlenül szükségük, de akik mennek kifele a Táncsics utcára, a munkahelyükre igenis sokkal előnyösebb helyzetben tudják megközelíteni a munkahelyüket balesetvédelmi szempontból, és ugye a fő probléma az volt, hogy hova fogják vezetni a csapadék vizet, ami eddig a gödörbe ment ki. Nyilván azon leszünk, hogy ezt is megoldjuk, lehet, hogy nem megfelelő körültekintően jártak el ott el a tervezők, bár nem hiszem, de mindenkinek a megelégésére kell majd ezt nekünk körbejárnunk, tehát minden esetben. Tehát azt nem tudjuk megtenni, hogy az, ami két és fél, három évvel ezelőtt elmaradt, mondjuk tegyük fel egy egyszerű kerékpár nyomvonalának a megtervezésénél, hogy ezen most bármit változtatjunk, elfogadott, aláírt pályázati szerződésünk van.
Tehát ettől nem tudunk eltérni. Nem tudom, elég kielégítő volt a válaszom, képviselő úr, hogy nem marad ki valami belőle? A másik két pályázat. Ja, így van, tehát a másik két pályázat is folyamatban van. El kell mondjam, hogy ott a... Tehát a kerékpárútra is, igaz, ami vezet kifelé, ott pont képviselőasszonynak az utca, Bodó utca, Bodó utca? Meg Dobó, meg Bodót, mindig keverem a kettőt. Bodó utcán vezet kifele. Az is ott áll már, meg maga a vöröskeresztes épületnek is ugye már az anyaga elvileg készen áll ahhoz, hogy tudjon indulni. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyna, de a közbeszerzőt egy hete nem érjük el. Jól mondom? Én már tegnap én is hívtam, de nem vette a telefont. Valószínű, hogy külföldön van, de ez nem jelenti azt, hogy akkor legalább egy telefonváltással nem tudnánk vissza kérdezni rá, hogy akkor hol tart ez az ügy. Elmondanád akkor, hogy hol tart ez a közbeszerzési eljárás? Igen, köszönöm szépen a szót. Közben a közbeszerző e-mailekben küldte az anyagot, úgyhogy utána aztán felvette velünk a kapcsolatot, és az óvoda kiírásra került, a kerékpárút is szerintem a mai nappal, illetve a Zöldváros magas építése, tehát az a ominózus vöröskeresztes épület, ott pedig a vállalkozók ellenőrzése folyik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Annyit még hozzátenném, hogy nem tudom, észrevettétek, hogy az STK-nál is elkezdődtek a munkálatok. Vannak kifogásaink ezzel a folyamattal, de elkezdődött, és azért meg picikét beleinvesztált a vállalkozó, tehát azt látjuk, hogy végül is a szándék már megvan benne, hogy akkor elkezdje a munkát, nem kis unszolása, mert ugye legutóbb Kincses képviselő tette fel a kérdést, hogy mi van már ezzel a csoporttal. Hát bízunk benne, hogy ott is előbb-utóbb arra tudjuk rávezetni, hogy a megfelelő minőséget tegye meg. Ott van a műszaki ellenőrünk, aki folyamatosan kijár, és akkor ellenőrző, hogy tényleg minden a szabály szerint folyik el. Molás Sándor elnök úr. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Én június 17-ével kapcsolatban kérdezni, amikor épp egy top pályázat megvalósulásaként megtörtént a létesítmény átadása. Ez a két földmedő víztározó kiépítése volt. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy egyrészről az onnan kitermelt termő, nagy mennyiségű termőföldnek ki a tulajdonosa, milyen felhasználásra kerül, hová fog kerülni. Illetve kérdezném még ezzel kapcsolatban, hogy én megítélésem szerint ott a közlekedési út elég közel van ehhez, és én úgy gondolom, hogy oda egy ilyen szallagkorlátot legalább kiépíteni, mert könnyen megtörténhet, hogy valaki mellé szalad, illetve mivel hogy egyrészt az utcával pont szemben van, talán túl is lehet szaladni, ha valaki nem figyel. Én úgy gondolom, hogy azt még így utólag, ha nem is volt a pályázat része, de ha lehetséges, akkor ott építsünk ki egy ilyen védelmet, igen, hogy az autósokat ne veszélyeztessen. Köszönöm szépen, ez nekem is feltűnt az, hogy elég közel van ott ez a tórendszer a közlekedési út közelében. Nyilván ebben valamilyen intézkedést fogunk tenni, úgyhogy kérném az irányvezető asszonyt, hogy akkor lépjünk már esetleg ebben, hogy akkor mit tudunk ott tenni. Akár egy élő sövénnyel, hogyha odaültetünk valami sövényt, és már azt szerintem nagy mértékben segíteni ott azt a helyzetet, de majd meg kell találni megfelelő megoldást. Viszont a föld mennyiséggel kapcsolatban irányvezető asszonynak adnám meg a szót, hogy ezzel hogy állunk, mint állunk. Elvileg a miénk ez a föld, de hogy az hogyan lesz tovább hasznosítva, meg igen, adnám a szót. Köszönöm szépen. Tehát a föld az az önkormányzat tulajdona. Egyelőre még tartott a kivitelezés, addig senki nem nyúlhatott hozzá, mert a vállalkozónak is el kell azzal számolni felénk, hogy ezt ő kitermelte és ott bedepózta, és akkor a későbbiekben majd döntés születik róla, hogy hova szükséges. Köszönöm szépen. Kérdéseknél tartunk. Kincses László képviselő úr. Ugyanennek a pályázatnak a gyakorlatilag avatási, átadási ceremóniájával kapcsolatban kérdezném, mert a televízióban ez nagyon furcsa jött le. Tehát először is, hogy megjelent ott 8-10 ember a intézményi háttérből, mondjuk így, és a polgármester úr egyedül avatta fel a művet. Ez azért meglepő, mert azért egy kivitelező számára ez mégiscsak fontos lenne, hogy a produktumát azt mondjuk kellő ünnepélyességgel avassák fel. Mi lehetett annak az oka, hogy a kivitelező nem jelent meg ott? Igen. A testület, vagy hogy mondjam, a beszámolóból én még 3 olyan
dátumot szeretnék egy most kérdésformájában megfeltenni, ami úgy érzem, hogy hiányos tartalom. Az egyik az, hogy május 30-án képviselői testületi ülést vezettem, a mondat korrekt, csak rövid. Mert azzal kellett volna befejezni, hogy én fideszes társaimmal kivonultam. Ugyanazt... Akkor erre nem kér választ, képviselő tőlem. Csak hogy mondom, majd mindjárt, hogy miért is mondom. Igen. Június 6-án pedig ugyan be van írva a ügyvédi irodával való egyeztetés, csak azt felejtette el beleírni a polgármester úr, hogy egyeztetés nélkül összehívott testületi ülés szavazat képtelenség miatt elmaradt. És akkor a harmadik ilyen, ami meg a múlt heti bizottsági üléshez kötődik, amikor ugye összevont bizottsági ülés volt, és amikor a városfejlesztési bizottság tagjai felálltak, akkor a polgármester is kivonult a teremből, mint hogy a véget ért volna a bizottsági túr, és a pénzügyi bizottság maradt, mondjuk azt, hogy a polgármestertelenül. Amiért mindezt elmondtam, az azért van, mert a Ladányi hírekben jegyzőre által a szokásos városháza rovat, ahol a testületi ülés anyagait tájékoztatja a lakosságot róla, abban sem jelent meg az, hogy az megjelent, hogy kivonult négy képviselő és a ülés ugye félbeszakadt vagy szavazatképtelen volt, de ott már nem jelent meg, hogy négy fideszes képviselő vonult ki. Így hát gyakorlatilag már majdnem megint bennünket vádolnak meg azzal, mintha az ellenzék akadályozza a működést. Ezt történelmi hamisításnak hívják a polgármesterek. Köszönöm szépen, én először akkor az avatásra reagálnék, tehát én tudomásom szerint mindenkinek kiment a meghívó. Különösen figyeltem arra, hogy maga, aki a kivitelezés végezte, legyenek ott jelen, és próbáljanak ebben részt venni. Én nem tudom az okát, hogy ők mégül miért nem jelentek meg. Kétszer is jeleztem, hogy szeretném, ha ők ott lennének, mert én úgy gondolom, hogy nem csak nekünk, nekik is példaértékű lehet az, hogy egy püspökladányi vállalkozás végezte ott a munkát. Érthetetlen számomra egyébként, hogy miért nem voltak ott. Nem tudom, esetleg irodavezető azt, hogy tud-e többet róla. El lett küldve a meghívó, a tájékoztató központ szervezte a rendezvényt, egyeztetett a vállalkozóval, nem értek rá abban az időpontban. Köszönöm szépen. Tehát én direkt kértem, hogy már ugye 3 vagy 4 hete húzódik az időpont, hogy melyik időpontban tudjuk ezt megtenni. Próbáltak egyeztetni a kollégák több helyről, végleges időpont nem volt, és ezért mondtam azt, hogy amikor visszajövünk Finnországból, ez legyen az első, amit megteszünk, hogy lássa a lakosság, hogy igenis, van már olyan toppos pályázatunk, amit már le tudtunk zárni. A többihez meg nem igazán akarok hozzászólni, mert én június 6-án azért nem írtam be a beszámolomba azt, hogy képviselő testületi óra vagy testületi ülés volt, mert nem volt. Tehát arra, ami nem jött létre, arra nem tudok mit írni. Arról pedig, hogy miért vonultunk ki, én elmondtam már több helyen, több fórumon kérdezték tőlem, én elmondtam, amennyiben ilyet fogok tapasztalni, hogy átmegyünk személyeskedésbe, én fel fogok állni, és itt fogom hagyni az ülést. Nem vagyok hajlandó úgy tovább folytatni, meg vezetni, ahol ebből a városnak a gondjairól, bajairól beszéljünk, és akkor keressük meg ezekre a megoldást. Igaz, hogy nem én voltam az első, úgy látom, volt olyan képviselő társam, aki hamarabb vette ezt a döntést, és felállt előttem, de mondom, én egyet kérek mindenkitől, remélem, hogy mindenkinek példa volt ez. Nem veletek van bajom, nem a képviselőkkel van bajom, hanem azzal, hogy ne személyeskedjünk, hanem igenis a város dolgaival foglalkozunk. Ugye azért ma is csak meg tudtuk beszélni azokat a problémákat, amik vannak, ezt megbeszéltük volna egy hónappal korábban is, ha nem ezt kell az emberek tapasztalni, mert ugye ha most meg tudtuk beszélni, egy hónappal korábban is meg tudtuk volna ugyanígy beszélni, és ugye végül is konszenzusra jutottunk. Én úgy gondolom, hogy ez vezeti előre a várost, ez viszi előre az ügyeinket, meg ezt tudja majd segíteni az, hogy azokat a pályázatokat, amiket ugye hosszú évekig nem tudtunk megvalósítani, most már azért elindultak, és végre akkor jó irányba vezetnek. Marga Zoltán képviselőtársam kér szót. Köszönöm a szót, a polgármester úr. Május 28-án szeretnék kérdezni, hogy is két helyszínen volt a polgármester úr. Melyik volt, bocsánat? Május 28. Igen. A Déli-Sorkénzsi utca sor. Igen. Egyeztettem Borsos László képviselő és Kincses László képviselő úra, illetve egy odavezető asszonnyal, illetve egy másik helyszínen a Keleti-Sor, Hajnal utca sorkán Balázs Sándor képviselővel, Varga Lajos igazgatóra is
szintén irodavezető asszonnyal. Szeretném kérdezni, hogy miről egyeztettek, esetleg tájékoztatná a polgármester úr. És még lenne kérdésem. Június 4-én írja a polgármester úr, hogy a Nemzeti Összetartozás napján került sor megemlékezésre. Szeretném megkérdezni a polgármestert, hogy esetleg a jövőben kívánnak-e szakítani azzal a hagyománnyal, hogy azokat a ünnepségeket, amelyek hétköznapra esnek, hogy azokat mindig munkaidőben tartják meg, hogy esetleg azt nem lehetne áttenni munkaidő utára, mondjuk 17 órára, hogy a lakosság azon része is részt tudjon venni, aki esetleg napközben dolgozik, mert többen jelezték, hogy szerettek volna rajta részt venni, csak munkahely miatt nem tudtak ott lenni. Illetve még a kakasfőzővel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy volt-e arról egyeztetés, amikor június 3-án egyeztettek a műfáz vezetőjével, hogy milyen formában lesz megrendezve, lesz-e rendezvénysátor, vagy pedig úgy járom, mint tavaly, hogy a kilátogatókat fognak állni a tűzőnapon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket. Tehát a Délisor Kinizsi utca sarkán is és a Hajnal utcán is ugye azért voltak ott a képviselők, mert nyilván a saját körzetüket képviselvén, egyfolytában csörög a telefonom. Tehát mind a két körzetben arról történt egyeztetés, hogy az adott képviselők egyik körzetben Borsos László képviselő úr, a másik körzetben pedig azért is voltak meghívva Balázs Sándor elnök úrnak a körzetében volt olyan utca, amelyeknek a rendbetételére, felújítására keressünk megoldásokat, de ettől függetlenül jó néhány olyan utca lenne még, ahova ugyanúgy ki tudnánk vonulni, és akkor találjunk megoldás ezekre az utcákra is. Nyilván pénzkérdése is, hogy akkor hogy tudunk ebben haladni. Aki jobban kardoskodik benne, hogy az ő utcájánál milyen problémák vannak, nyilván azok kerülnek előtérbe, és akkor azzal foglalkozunk mélyebben. Ugye itt ténylegesen ott kivonultunk, megnéztük, és akkor én a magának, a irodának kiadtam, hogy akkor vizsgáljuk meg, milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezek az utcáknak a felújítása megtörténjen. Ott volt néhány lakó is, ott például a Kinizsi utcánál, és ott ugye arról is szó volt, hogy ugye egyszer már az útalap készült, még a kis hölgy be is mutatta, hogy még a csekket is, hogy befizette az útalapra a díjat. Utána is néztük, megkerestük, valóban akkor megvalósult az útalap építése, csak ez azóta tönkrement, a tizen akárhány éve volt már ez. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy akkor nem kell ezzel a problémával foglalkozni, tehát azt szeretnénk, ha minden utcában aszfaltozott utunk legyen. Erről volt szó, és ennek a kimunkálása van folyamatban. Akkor beszéltünk a Nemzeti Összetartozás napjáról. Az egyik ilyen trianoni megemlékezés este 17 órakor volt a katolikus templomban, meg előtte, tehát ott sem nagyon sokan voltunk sajnos, mert ez pedig már munkaidő után esett. Ami nekem fő problémám az, hogy most éppen abban az irányba szeretnénk haladni, vagy nem is éppen munkaidőbe, de ne ahhoz kössük magunkat, hogy pont az nap legyen a rendezvény, amikor az ünnep van, az mondjuk hétvégére vagy hosszú hétvégére esik, hanem azt szeretnénk, hogy akkor tegyük egy nappal akár korábbra, hogy minél többen tudjanak eljönni egy ilyen megemlékezésre. Tehát nem tudom, hogy melyik lenne jobb, ez a trianoni megemlékezés mindig is délelőtt 10 órakor, 11 órakor volt, én a visszaemlékszik, mióta ugye ez bevezetésre került. Megfontoljuk a dolgot, azt meglátjuk, hogy esetlegesen hogyan tudunk ebben előrelépni. Szerintem meg volt hirdetve elég széles spektrumon ez a rendezvény is. Nyilván, aki munkaidőben van, annak korlátozottabbak a megjelenési lehetőségei. Kakasfőző fesztivállal kapcsolatban igen, volt róla szó. Kakasfőzőről és meg az augusztus 20-ával kapcsolatban is ugye azért most már mozgolódnak a kollégák. És az egyik fő problémát, amit jól is mondta képviselő úr, az egyik problémánk az, hogy milyen módon tudjuk az odaérkezőket vendégül látni, vagy az ők nekik a megfelelő körülményét biztosítani arra, hogy meg tudjanak étkezni, meg ne a tűzőnapon álljanak. Tehát több sátrat fogunk hozni. Egyiket a Líder pályázaton keresztül kértük meg, ez egy elég nagy sátor, Kamán volt legutoljára felállítva. Ez, én most nem akarok hazudozni, de valami 40 méterszer 50 vagy 80 méter hosszú nagy sátor, ami mögé ugye elég komoly mennyiségű asztalt, padokat fogunk majd hozni. Egy pályázati kereten belül éppen most rendeltünk meg, versenyeztetünk meg 40 darab ilyen sörpadot padokkal együtt,
meg sátrat is veszünk 40 darabot, amivel még jobban tudunk segíteni annak érdekében, hogy minél többen megfelelő módon tudják ezt a rendezvényt majd kezelni. Ezen kívül a katasztrófa védelemtől kértem egy nagy sátrat, ezt nem tudom mennyire emlékszetek rá, erre a kék színű sátor, ami nem olyan őrült nagy magas, de elég nagy területet be tud fogni, ez is egy olyan 20 méter-szer 40 méteres sátor, ezt nekünk kell felállítani saját erőből, de a tábornok úr azt az ígéretet adta, hogy ezt is rendelkezésünkre bocsájtsa. Tehát megfelelő, én bízok benne, hogy megfelelő mennyiség olyan fedett hely lesz, hogy mindenki le tud ülni, és akkor ott tud enni. Ami még rajta vagyunk, hogy ne csak az legyen, hogy aki ott főz, ő jusson kajához, hanem főzünk egy-két üstben, amit esetlegesen ottan oda tudunk ajándékba adni, vagy valami kis díj ellenében tudjuk megvendégelni az ottan lévőket, hogy ne az legyen, hogy kimentem, és akkor se ennivaló, se ital, hideg ital nincsen. Azt tudjuk, hogy nagyon sokan fognak jönni, nagyon sok árus lesz majd a rendezvényen. A teljes bejárat, tehát a fürdőbejárat körbe árusokkal lesz tele, hogy ne zavarják a rendezvénynek a helyét, mert nagyon sokan fognak jönni. Dodzsentől kezdve, körforgói kezdve nagyon sok, akkor ugrálóvár várható. Ezen kívül aznak a tapasztalatát most gyűjtjük be fel, hogy Szoboszlón vagy két hete körül volt, egy hete volt a Majka a rendezvény, tömbe voltak, tehát arra kell készülnünk, hogy itt Püspökladányban is erre számíthatunk, tehát nekünk azzal kell ott kezdeni valamit, hogy az a csatorna, ami ott pontosan átszeli azt a jó kis terünket, hogyan tudjuk azt olyan biztonságosan tenni, hogy nehogy valaki ott valami probléma történjen. Köszönöm. Kérem. Fenyves Vidor képviselőtársam, köszönöm a szót, a polgármester úr. Május 29-én részt vettem a segítőkezett szociális szolgáltató központ, család és gyerekjóti szolgálat és központ intézményfenntartó társulási tanácsülése. Miről volt szó erre? Köszönöm szépen a kérdést. A kiskórházról volt is szó, csak az. Miről? A kiskórházról? Igen, hogy a kiskórházról igazából nem volt szó, ma is én nem emlékszek rá, hogy ez ott felhozódott-e. Annyi hozódott fel, hogy most megint két ember halt meg ott a kórházban, ha jól emlékszek. Ennyi volt a kiskórházról szó. A lényege igazából arról volt egy egyeztetés, hogy egy hónappal korábban jóvá hagytuk a segítőkezek, szociális szolgáltatóközpontnak a költségvetését, és volt még egy-két dolog, amit szerettünk volna, hogyha megjelenik majd a költségvetésben, és ennek a költségvetésnek egy módosításáról döntött a testület. Amit még el szeretnék mondani, mondhatom meg azt, hogy azért jó hír is elhangzott ott ezen az ülésen, ami ránk is jó hatással lesz majd szerintem. Tehát a munkabéreknek a kötelező munkabér emelésére kaptunk egy kompenzációt, összesen közel 70 millió forintot, amiből alapban 24 millió forint, 24 millió 500 000 forint körül összeg érinti Püspökladányt, tehát azzal javul a költségvetésünk, tehát a hiányunk. És az 50 millió forint, ami a segítőkezeket érinti, abból is jut még Püspökladánynak. Nem arányosan, mert ugye nálunk inkább, akik ott dolgoznak, inkább a diplomások, meg a felsőfokú végzettségüket nem érinti ez a minimálbéremelés, de én bízok benne, hogy még vagy 10 millió forintot tudjuk a költségvetésünket javítani. Köszönöm szépen. Kincses László képviselőtársam. A beruházásokról szeretnék érdeklődni. Első Erkel Ferenc utca útépítés. Igen. Második útfelújítás Bajcsi Zsilinszky utca, Darányi Ignác utca, hogyan állhat. Igen. Aztán a zöldvárosok kapcsolatban kérdezném, hogy megtekintettem a szerződést, és abban augusztus 30-ai határidő szerepel, magyarán két hónap múlva ennek a projektnek kész kellene lenni, és ami még ettől sürgősebb vagy durvább, a STK, aminek szintén 8-30-ai határideje van, erről már ki lehet jelenteni, hogy ez nem fog megvalósulni tudni. Szeretném megkérdezni akkor, mik a megoldási lehetőség? Köszönöm szépen a kérdést. Az Erkel Ferenc utcával kezdeném. Az Erkel Ferenc utcát tegnap leaszfaltozták első réteggel. Vagy ma, vagy holnap lesz a kopó rétegnek a rárakás. Most nem tudom, mennyi időt kell ott eltölteni ahhoz, hogy ne azonnal kerüljön rá. Tehát annak az átadása rövidesen megtörténik, lehet, hogy már a jövő héten, sőt, jövő héten, igaz, jövő héten már az átadás. Ugye Lajos, az igazgató úr
július 1-ével jelentette készre, hogy július 1-én át tudja adni a területet, tehát annak jövő héten, hogy át tudjuk adni a lakosságnak, úgyhogy mindenkit szeretettel várok. Csütörtökön 10 órától lesz az átadás az Erkel Ferenc utcának. Hát ez is munkaidőben van, tehát... Nem lesz tehát azért szólok már most időben, hogy tudjatok róla. Tehát ez úgy néz ki, hogy akkor ez rendben lesz. Akkor a Bajcsi Zsilinszki meg a Dalányi Ignác utcának most folyik a közbeszerzőnek a közbeszerzetése, ha jól mondom, igaz? A Zöldvárosnál, ugye, hogy a befejezési határidő, én szerintem ott tartható lesz az időpont, mert ugye látjuk, hogy azért folyamatosan dolgoznak rajta. Bár azt nem tudom, én még mai napig nem láttam egy olyan tervdokumentációt, ami például pontosan Fej utcáról szól, de nyilván nem is biztos, hogy nekem annyira kell látni. Inkább én nekem az volna a problémám, hogy locsolni kéne azokat a növényeket, amiket oda kiültettek. Tehát arra kéne valami gyors probléma megoldását. Az ők dolgok, de hogyha nem locsolja, mondjuk neki is kell kicserélni, hogyha kiszárad közbe. Tehát nekünk ezzel nekem ilyen jellegű problémám nincsen, csak ott nem látok senkit, hogy locsolnának, és ugye látja az ember a Facebookon, meg szólítanak, megállítanak az emberek, hogy már az utcára kiviszik ott lakók a vizet, hogy ami előttük van, legalább legyen meglocsolva, hogy nehogy oda kerüljön az is, hogy kiszárad. Az STK-val kapcsolatban említettem, hogy elkezdték a munkát múlt héten szombaton vagy vasárnap. Gőzerékkel nekifogtak, tehát már az időben már tudja, hogy nem fog beleférni. A köbér be van építve a szerződésbe, amely ott halasztási lehetőség jelen állapot szerint nincs, tehát nem látunk olyan okot, ha csak nem beírta az esőzéseket a naplójába, hogy az esős idő alatt azért nem dolgozott, vagy két hétig, majd ezt meg fogjuk látni. Nyilván ott a műszaki ellenőrünk, aki Sólya Laci, igaz László, a műszaki ellenőr, aki folyamatosan ellenőrzi őket, mondom, kisebb problémák vannak, még jó, hogy az elején vettük észre, úgyhogy ennek a megoldása most folyik. De ugye most már folyamatosan vannak ott emberek, tehát 8-10 embert látok ott fenn a tetőn, akik azon dolgoznak, hogy minél előbb tető alá kerülhessen maga ez az épület. Tehát ez augusztus 31-e nagy valószínűséggel már nem lesz tartható, de sajnos a köbér meg nem minket fog érinteni szerintem, mert az ugye azt majd az állambácsi kapja, magyar államkincstár fogja kapni, mert ugye nem saját forrásból kerül megépítés ez a beruházás. Balázs Sándor, képviselőtársam. Köszönöm a szót, alpolgármester úr, én június 19-éhez csatolnám a kérdésemet, amikor a pénzügyi és ügyrendi, valamint a városfejlesztés, környezetvédelmi és mezőgazdasági bizottságnak összevont bizottsági ülésén vett részt, mármint tudjuk, hogy is elég vonult ki, mint ahogy befejezte volna a pénzügyi bizottság, illetve a határozati javaslatok között, amit megkaptunk, itt az utolsó pénzügyi bizottsági határozati javaslat, az, hogy készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy mi a jogi és pénzügyi eljárás rendje, hogy az idősek bentlakásos otthona önálló intézményként működjön tovább. Tehát erről egy pár szóba, hogy ezzel kapcsolatban mikor lesz esetleg egy előterjesztés, vagy mikor lesz ebbe valamiféle állásfoglalás, ugyanis ez az két újabb haláleset is arra int bennünket, hogy ezt a kérdést kellő óvatossággal közelítsük meg, és lehető legjobb döntéseket hozzuk meg benne. Köszönöm szépen. Ugye én itt voltam ezzel a bizottságülésen, megmondom őszintén akkor, hogy azt hittem, hogy vége van a teljes bizottságülésnek, hogy össze van bizottságülés volt. Én azért mentem ki. Egyébként még, hogyha tudom, hogy még itt akkor még tovább folyik az ülés, semmiben nem került volna, maradtam volna, mert nem tudom még mennyi ideig voltatok itt, egy fél órát, vagy egy... Tehát mondom, ezzel nem múlt volna. A bentlakásos, tehát azért mondom, hogy már többször felhoztátok, azt én kimentem a bizottságot. Nagyon próbálok rá ügyelni arra, hogy lehetőség szerint ott legyek minden ilyen bizottsági ülésen. A otthonnal kapcsolatban ugye már jó néhányszor elmondtuk, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy akkor vegyük ki a segítők ezeknek az égisze alól ezt az intézményt, és akkor csináljunk belőle egy önálló intézményt. Ugye mindannyian felől megfogalmazódott az, hogy egyet tudunk ebben érteni, sőt el kell mondjam, hogy maga a segítők kezek társulás elnökségi ülésén is az a döntés született, vagy legalábbis szóban beszéltünk róla, hogy nem zárkóznak el a tagok, vagy a vezetők abba az irányba, hogy akkor lépjen ki belőle, és akkor visszakerül hozzánk, és akkor nem ilyen áttételesen kerül hozzánk, hogy a Sári Tudvari polgármester úr vezeti tulajdonképpen most a társulást, azonoknál fogva, hogy annak idején ugye nem volt helyettes a polgármester asszonynak, és mint a korelnököt jelölték meg a társulás
alelnökének, vagyis úgy mondom, aki elhelyettesíti a polgármestert. Tehát nincs ezek, nincs, szerintem mindenki egyet tud abban érteni, hogy ennek a dolognak el kell indulnia. De többen ugye azt mondtuk, hogy most ez a testület ebben ne folyjon igazából bele, hanem amikor feláll az új testület, akkor egyik fő feladata már lehet az, hogy akkor igenis elkezdi ennek a dolognak a vizsgálatát, és akkor valami olyan megoldást kell találni, amivel elő tudjuk ezt mozdítani. Én nem látom ennek akadályát, hogy akár hozzunk majd erről egy döntést, hogy akkor kezdjük meg ennek a vizsgálatát, csak szerintem ezt igazából az új testületnek kellene ilyen horderei döntést meghoznia. Más volt még? Sőtök nem volt. Köszönöm szépen. Nincs több kérdés, akkor vélemények. Kincses László képviselőtársam. Hát akkor ehhez muszáj vagyunk csatlakozni, hogyha a polgármester úr tett egy jelzést a bentlakásos otthon elhavi tragikus haláleseteiről, hogy én, nekem az az információm van, hogy még a fekete zászlót sem tették ki, továbbá nem adták meg a végtisztességet a halottaknak, nem mentek ki a temetésre. Ha már idáig sérjünk, miközben tudjuk, hogy elvileg most nincs az otthonnak valamilyen szintű vezetője, mert jelen pillanatban nincs, akkor ismét fel kell vetnem azt, amit már tettem tavaly is. Tisztában van vele a képviselőtestület, hogy 32 Celsius fok van a szobákban? Hogy halálra ítéljük az ott lakókat? És nem teszünk semmit? Mert ezt tartom én igazán nagy problémának, hogy a 2 évvel ezelőtti átadás előtti hetekben, hónapokban ott olyan, mondjuk úgy, hogy építésnek álcázott tevékenységek folytak, amelyből az akkori jelszintézményvezető kicsit később exaltált módon arról beszélt, hogy megspóroltam nektek 9 millió forintot, és mégis milyen hálátlanok vagytok velem, szólt az egyik fele. Aztán a 9 milliót megkaptam a munkahelyi bíróságtól, tehát akkor még azt is mondhatunk, hogy mindazt, amit a bentlakásos otthonból kiloptak, azt landolt a intézményvezetőnél. És eközben 30 idős ember halt meg az otthonban, amelynek körülményeiről csak egyről kéne, hogy tudjunk, azóta se tudunk, hogy hogy is van az a vizsgálat és annak az állása, amelyet a múlt havi testületi ülésen a polgármester elfelejtett elmondani, inkább kivonultak előtte. Tehát leegyszerűsítem és bejelentem, azonnali kivizsgálását követelem annak, hogy a bentlakásos otthon födémjéből miért hiányzik a hőszigetelő anyag. Mert olyan egy 16 cm-es lépés biztos auszotelm anyagot kellett volna beépíteni, és egy 5 cm-es kőzetgyapot valamicske van oda murítva. Ha mi 2 éven keresztül se vagyunk képesek egy ilyen jellegű alapvető problémát megoldani, akkor a mi gondatlanságunk is fönnáll. Nem mondhatja senki, hogy nem szóltam. És mégis ezt éljük meg, és most már odáig jut, hogy a, gyakorlatilag az otthonnak a nem is tudom, felügyelte, az már nem nevezhető semminek. És akkor ennek a tetejében nem szeretnék nagyon belemérni. Elsőjétől egy olyan valakit visznek oda, vezetőszerűségnek, mert nem nevezetem vezetőnek, aki abszolút erkölcsi összeférhetetlenségben van. Legyenek szívesek ezt az eljárást megakadályozni, és ilyesfajta módon mi az időseinket, szüleinket, nagyszüleinket nem fogtartatjuk tovább ezt a tevékenységet így. Ami itt történik, az gyakorlatilag emberkínzás. Köszönöm szépen. Szeretném akkor, hogyha legalább azt megvizsgálnánk a kiskórházán ezt a födémet, hogy ott mi a helyzet, hogy valóban kimaradt ott a hőszigetelés. Véleményeket várok. Van az Zoltán képviselőtársam. Köszönöm szépen a polgármester úr. Még vissza ide kapcsolódva a kiskórházhoz, én tudom, hogy majd telepítettek ott klímaberendezést is, csak nem megfelelő hozzá az elektromos hálózat. Ebben az intézkedésben abban is intézkedünk el, hogy akkor, ha már ott van, akkor tudjon működni. Másik észrevételem a zöldváros pályázattal kapcsolatban. Én
Azért is kérdeztem, hogy mi benne a koncepció, mert én magam nem nagyon találtam benne. Én azt látom, hogy ahol volt egy mélyedés, ott kicsit ástak rajta, aztán dobáltak be növényeket, ide-oda ültettek fát, itt-ott kivágtak. Én nem látom benne, hogy abból valamilyen egységes városkép vagy bármi ott ki fog rajzolódni. Abban sem vagyok biztos, hogy az az átadást meg fogja élni. Mint ahogy a polgármester is mondta, hogy nem megoldott annak a gondozása. Ilyen állapotban nem látszik, hogy szeptemberben, vagy amikor lesz az átadás augusztus végén, abból mi fog megmaradni. Már most láthattuk, hogy Múcs néven mit borítottak le ott a Rákóczi utcán. Várjuk a végét. Köszönöm. Nézzük benne, hogy tovább darálják, mert ott elég én is meglepődtem, amikor láttam tegnap, vagy tegnap előtt, amit oda borítottak. Elég furcsa képet mutatott. Borzsas László képviselőtársam. Köszönöm, a polgármester úr, a május 28-án kapcsolatban, ahol együtt voltunk gyakorlatilag önnel, illetve Kincses képviselő úrral, irodavezető asszonynal és a városüzemeltető igazgatójával a bejáráson a déli sor aszfalt nélküli területén. Nagy véleménykülönbség van köztünk abban, hogy ott valaha is történt útalap előkészítés, ami szorványban vannak ott keményebb törmelékek, az gyakorlatilag az ott élők saját költségén vitték oda. Ha történt is, ugye ez 2006-ban van prognosztizálva, hogy akkor született egy olyan döntés, hogy a készülő útalap. Erről mutatott az ott lakó egy hozzájárulás befizetéséről szóló dokumentumot, és mondom, ha történt is, akkor az papíron történhetett. Aki látta is ott a bejáráson, az tudja, hogy ott ilyen munkálatokat nem végeztek. Hiába 13 év alatt sem szabadna eltűnni egy útalapnak oly mértékig, hogy 40-50 centis mérések legyenek az úton, gyakorlatilag el is nyomja az utat a csatorna, a vízvezetés felé az ott járó autók. Tehát ide, mint ahogy interpellációban is mondtam a múlt alkalommal, ide mindenképpen az esős idő beállt előtt megoldást kell találni, útalapot kell építeni, és ha megengedik, itt válaszolnék a interpellációra kapott válaszomba. Itt a Szilárd úr burkolatra vonatkozóan kaptam egy ismertetést, most csak útalapról lenne szó, majd irodavezető asszonyok külön erről szeretnék egyeztetni, hogy azt számoljuk ki, hogy az mennyibe kerülne azt, ha az önkormányzat a saját gépével végezné el a tükrösítést a városüzemeltető bevonásával. Gondolom, az a költség töredéke, mint amit a válaszban szerepel, és kérem a testületet is, hogy támogasson ebben az elképzelésemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerintem nincs vita köztük, hogy most volt útalap. Az a lényeg, hogy most már nincs. Tehát mindenképpen annak az ügyében el kell indulnunk. Nem látok már ilyen észrevételt. Kicsős László úr, akarsz még szólni? Nyilvánvaló, hogy a Zöldváros kapcsán felmerült anomáliákat még egy fokkal meg kell nyomatékosítanom. Nem tudom ki, hogyan emlékszik vissza, én azt hiszem az áprilisi testületi ülésen tettem fel ezzel kapcsolatban kérdéseket, hát azóta se kaptam a választ, nem lep meg. Most a hét elején bementem és megnéztem a szerződését ennek a Novitas cégnek, és hát természetesen nem találtam benne semmi arra utaló nyomot, hogy a cég pályáztatását a közbeszerzési eljárásakor észlelt fenyőmulcs kontra fűmag vagy fűvetés történettel kapcsolatban bármiről a szerződés módosító módon szólt volna. Tehát, és magyarul, a katolikus templom előtti részen ugyanannyi, vagy ha úgy tetszik, még többel kerül a fenyőmulcs terítés, mint amennyi az egész területre vonatkozna, tehát magyarán szóval nem tudom, hogy milyen köbméter kontra négyzetméter számításokkal vitték félre a dolgot, de most már igazán nem ezt szeretném újra mondani, erre majd oda fogunk figyelni az átadáskor. Ezt megígérhetem. Hanem elolvastam a bíráló bizottsági jegyzőkönyvet. És a bíráló bizottsági jegyzőkönyvnek a legnagyobb megdöbbenésemre úgy kezdődött, hogy jelen vannak, 6 fő volt felsorolva, én ott voltam és nem voltam jelen a
jegyzőkönyv szerint. Miközben ott írtam alá a titoktartási nyilatkozatot, mert különben részre vehettem volna a bírósági ülésén. Tehát a jegyzőkönyv ebből a szempontból kifogásolható. De ha nem vettem részt rajta, ugye, szól az írás, akkor nyilvánvaló, hogy kérdéseket se tehettem fel a műszaki ellenőr úrnak, pedig feltettem a kérdéseket, és pontosan a műszaki ellenőr úr mondta azt, hogy a szerződésben ez a tétel korrigálható. Természetesen a jegyzőkönyvben ez a mondat se szerepel. Tehát akkor, amikor ilyen eljárás rendben, emlékezhetünk vissza rá, korábban többször kifogásoltuk, hogy a bíráló bizottság ülésén soha nem vesz részt az aljegyző, pedig a bizottságnak a tagja. És csak ez egy példa. Tehát rövidre fogva ennek a zöldváros pályázatnak, ez a zöldítés része, teljesen dilettáns, hogy a csúnyabb szavakat ne használjak, módon kötetett, és úgy látszik, hogy a munka is így folyik. Aki 35 fokos kánikulába akar növényeket telepíteni és azokat életben tartani, az valahol el van tévedve a világban, ez a trópusokon működik, azokkal a fafajtákkal, meg cserjefajtákkal. Itt meg nem működik. Ebből tehát csak egy dolog keletkezik, költségek lesznek, haszon meg nem. Mármint, hogy a lakosság számára, hogy szép zöld a környezet. Köszönöm szépen. Varga Zoltán képviselőtársam, kér még szót. Csak szeretnék annyival reagálni, hogy Balázs Sándor képviselőtársam a Bajcs utcával, illetve a Berányi Ignác utcával kapcsolatban tett fő kérdést, hogy mikor várható. Elmondtam, hogy már most a közbeszerzős eljárásnak a kiválasztása folyik. Közbeszerezhetjük, vagy a közbeszerzők? Előbb, amely most még a közbeszerző közbeszerzésénél járunk. Jó. Igaz, jól mondom? Hogy ezt mondtam el, hogy bízom benne, hogy hamarosan megtörténik. Hát jó, köszönöm. Sok idő lenne ez. Köszönöm szépen. Nem látok több ilyen kezdeményezés, akkor szavazzunk. Kilenc igen, egy tartózkodással elfogadtuk a jelentést. Következő napirendi pontunk. Kérdések következnek. Dóró Ferenc képviselőtársam. Ott, hát igazából Varga Lajos úrhoz szeretem a föltenni, de hát már nincs senki a teremben. Kánikulára való tekintettel szerettem volna egy pár kérdést feltenni, hogy régebben működött, hogy ilyen locsolókocsival a fontosabb úthálózatunkat esténként legalább lelocsolták a hűtés érdekében, hogy ez esetleg működhet-e. Akkor itt van egy díszkotunk, amit kérdeztem a TLVZRT, hogy nem hozzátartozik, az kihez tartozik, meg miért nem működik, de már ezt több éve kérdezem. Nem tudom, hogy valamilyen eredmény esetleg lenne ebbe az ügybe. Akkor kérdezném, hogy elkezdődött a fürdőnél a járdaépítés. Igen. Sajnos az egyik részét az betonból csinálták, szerintem az nem a kornak megfelelő építési anyag. Hogy ezt díszkőből csinálják, vagy térkőből, ez lenne a kérdésem ott. Meg a törmelékerakóval kapcsolatban megoldódott a tégla, beton és a cserép is hivatalosan is kikerülhet a közkéfhez. Azt kellettem megkérdezni, hogy a vályog téglát lehet-e oda vinni, vagy milyen megoldás van a városban erre. Hogy elhelyezzék díjmentesen, mert aki bontakozik, az épít is, és szeretnénk, hogy a városban minél több ház épülne. Köszönöm szépen. Tehát ez igazából egyik probléma forrása, hogy ugye hova helyezzék el ugye a bontott anyagokat. Engem már több vállalkozás megkeresett, aki ezzel foglalkozik, és hogy abban maradtunk, hogy itt közösen a Városfejlesztési Irodával, meg itt közösen gondolkodva találjunk olyan új lerakóhelyet, ahova az ilyen vályog anyagokat, ami nem veszélyes hulladék, hova tudjuk elhelyezni. Azon feltétel mellett, hogy viszont akkor, ha mi ebben segítünk, akkor a betontörmeléket, meg a cserepet, meg a téglát, ami olyan hasznosítható, akkor azt a városüzemeltetőnek a telep helyére szeretnénk, hogyha beszállításra kerülnének. Én ezt mondtam nekik, bízom benne, hogy ti is tudtok ebbe támogatni, hogy ebbe az irányba menjünk, és akkor várnám a javaslatokat, hogy hova lehetne egy új helyet megnyitni, ahol ugye most is olyan 16-18 házat bontanak el az idén, hogy várhatóan annak egy elég komoly tetemes helyszükséglete van. A kérdéseket akkor felfogjuk, Lajosnak el fogjuk juttatni, és akkor minél előbb válaszoljon rá, főleg ez a locsolókocsis dolog az, ami nagyon is aktuális, meg a tízkutunk. A fürdőnél megvalósulásra kerülő járda azt igazából azt lehet mondani, hogy az önkormányzat végzi.
a városi üzemeltetőnek a bevonása, vagy legalább szakmai segítséget próbálunk tőlük kérni. Közmunkások szedik fel a törmeléket, az összes törmeléket az aznapi felszerelt anyagot viszik ki a közkévhez, tehát oda megyen vissza a hasznosítási jelleggel. Maga a járda pedig térkőből fog készülni. A térkövet Bárándon szereztük be ilyen cselek útján. A térkő már ott van a fürdőnél a hátsó nagykapon belül. És azt majd ugye mire elindul a folyamat, tehát akkor elindul a lerakás. Én bízok benne, hogy rövidesen megtörténik. Pénteken kezdték egyébként a munkát, már körülbelül 15 métert haladtak is. Úgyhogy nagy erővedobással végzik a munkát. Ott igazából egy probléma van, hogy a vízelvezetés hogyan tudjuk megoldani, mert hogy ott a Charlie előtt ott megáll és ott beszorul a víz. Tehát ott valamilyen vízelnyelő megoldáson gondolkodtunk. Én szerintem már megvan a megoldás is, mert igazából csak annyi szükség lenne, hogy legalább két olyan csövet be tudjunk építeni, ami most meg is történhet, mert ugye felszedjük ott a járdát. Beépítésre kerülne, ahol egy szivárgás módszerével, ugye szép lassan, akár egy fél napon belül el tudna tűnni az az esővíz mennyiség, ami ott maradt. Ami lejjebb van, ott meg ugye már eleve úgy történne meg, és annyit kérése volt az ottani vállalkozásnak, aki a Charlie-t üzemelteti, hogy ne váltsuk már azt a bekötő utat, ahol tulajdonképpen az áruszállítás folyik, mert ott legalább 50 cm mélyen beton van, hogy ne tudjon megszakadni, és akkor azt a megoldást találtuk, hogy akkor azt a területet jelöljék ki, ameddig nekik ugye a bejárás biztosítja, és oda azt kihagyjuk, és szegéllyel ellátva beton, vagy hogy hívják már na, aszfalttal fogjuk ellátni azt a területet, hogy mégis nézzen ki, ott az is van, hogy ugyanúgy, mint a többi része. Én bízom benne, hogy az ott lakók, meg akik mennek a fürdőbe, akkor mindjárt másképp érzik az ottani elhaladást, vagy aki a Charlie-ba megy be, azért mindjárt másképp fog akkor oda közelíteni. Én bízom benne, hogy ti is tudjátok ezt támogatni. Úgy, mint ahogy ugye csináltok itt, hogy egyre több helyen próbálunk parkolókat az intézményén körül megvalósítani, hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntessük. Ez egyik ilyen volt például, amit itt a piachoz történő bejutás, ez itt a hivatallal szemben tapasztalhattok, hogy annak nem volt semmi értelme, hogy mindig ott álltak az úton. Annak előtt ki van téve a tábla, a rendőrség sajnos nem tudott megfelelő módon intézkedni ebben az ügyben, pedig folyamatosan hívogattuk őket, hogy legyenek szívesek intézkedni, az sem megáll. Állapot, hogy a kapuval szemben állott egy autó vagy kettő is, és a kibejárást zavarta itt felénk. Így legalább akkor ott vagy 8-10 parkoló megvalósulhat, és nem az úton, hanem az út mellett tudnak állni. Bízom benne, hogy ez is megerősítetek lesz. További kérdések következnek. Akkor a Lajoshoz kapcsolódó, Varga Lajos úrhoz kapcsolódott meg, akkor továbbítjuk neki. Fenyves Vidor, képviselőtársad. A polgármester úr, azt szeretném megkérdezni, hogy a fűnyírás miért maradt abba? Mert hozzáfogtak ott a víztoronynál, oké, egy csapat kint volt egy hétig, nem sokat csinált meg, utána ott van meg a Boda utca, a Lehel utca, meg ott a környék, ott végig a keleti sor abba maradt, meg a szénatér, már olyan nagy gaz van, hogy az autósok nem látnak ki a stop táblától. Ki kell menni, hogy kilássanak olyan nagy. Köszönöm szépen. A második kérdés, hogy a piacon éjszakai világítás, az már körülbelül vagy 3 hónapja nincs. Van már? Tegnap este nem volt. Tegnap este nem volt azért? Tegnap este nem volt. Na, de hát mindig csinálják, minden. Tehát akkor az egyik a piacnak a kérdése azt, jelezném akkor az irodavezető azt, hogy felé, hogy akkor most ez kihez tartozik, az EON-hoz, vagy pedig a Beretyújfalói? Az EON-hoz tartozik a piacnak a közvilágítása. Számtalanszor bejelentettük az EON-nak. Visszaszóltak számunkra, hogy rendben van a világítás, de akkor újra kérdezzük, de ez egyébként napi szinten jelentjük be nekik. Meg tudom mutatni a dokumentációját, lehet, hogy ezek írásban történnek ezek a bejelentések, és választ is küld rá az EON. Hát ugye a viharos időszaknak köszönhetően lehet, hogy többször ugyanaz a probléma merül fel, csak nem vizsgálták ki, hogy mi miatt ment el az áram. Tehát mondom, tegnap este megint nem volt szerintem előtte, mintha lett volna egy pár nappal korábban, de tegnap este biztos nem volt, úgyhogy most akkor újra rákérdezünk ezzel a problémával. Mondom, mert többször jelezték nekem is. A kaszálással kapcsolatban elmondanám, hogy van több hely, ahova mennek, próbálják gyógyítgatni itt
azt a elszabadult mennyiséget, ami van. Tehát próbáljuk először legalább egy méteren belül az út mellől eltüntetni azt a fűmennyiséget, ami van. Tehát azért a Zsák utcán is, azért nem látjuk, azért a Zsák utcán is vannak problémák. Zsák utca környékén ott is van egy elég komoly mennyiségű fű, meg ott még szemetet is hagytak ott, úgyhogy annak az eltakarítását is most végzik a kollégák. Tehát igazából az a probléma, kevesen vannak. Tehát, hogy nagyjából rendben raktuk ott a rendőrség körül ott a körforgalmat, aluljárónál, és akkor most haladnak a Zsák utca felé, és bízok benne, hogy bár a kollégák ott is ott vannak, meg ugye magát a víztorony környékét is most rakják rendbe. Több helyen, ugye én már megint már szóbeli engedélyt adtam arra, hogyha vállalkozók a saját gépükkel, mezőgazdasági vállalkozóknak szüksége van a szénára, akkor egy-két helyen ott képviselő úr felé is már ott levágták amit lehetett, géppel le tudta vágni, tehát próbálunk enyhíteni úgy, ahogy tudunk. Még ha nem is adtuk úgy oda a területet, hogy akkor most használja éveken keresztül, de legalább egyszerű alkalom, hogy tűnjön azon, hogy mennyiség legalább akkor ezzel is próbáljuk orvosolni, meg rajta vagyunk, tehát próbálunk minél több helyen. Első szempont szerintem, hogy a város központja, az intézményeink legyenek rendben, és akkor haladnak kifelé a város többi perifériára el is. Marga Zoltán képviselőtársam. Köszönöm szépen a szót a polgármester úr. Az egyik kérdésem nekem is ezzel kapcsolatban lett volna a zöld területeknek a nem rendbe tartásával, hogy ugye összevont bizottságülésen én már ezt felvetettem, hogy a Városüzemeltető Kft-t, akinek van eszköze, gépparkja, hogy őt kellene megbízni ezzel a feladattal, hogy tegyenek be azokat a területeket. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdő a polgármester urat, hogy lát lehetőséget arra, hogy megbízzuk ezzel a Kft-t, illetve hogyha megbízzuk, akkor ennek a többletforrására szeretnénk megkérni képviselőtársaimat, hogy támogassuk abba, hogyha van rá igény a többletforrásra ennek a feladatnak a megoldására, akkor ezt a képviselőtestület biztosítsa. Illetve azt szeretném még megkérdezni, hogy a Táncsics utcán, maga Táncsics utca az közúte vagy önkormányzati út-e? Azért kérdezném, közút? Tehát, Közút. Én is úgy tudtam, hogy a másik. A tüzéptől kifele gondoltam, olyan kártyus az út, hogy már az egyik sávban közlekedése nagyon lehet, illetve a vasút kerítése mellé ültetett szilfák, azok már majdnem a fél sávot elfoglalják, hogy azzal kapcsolatban esetleg a vasút fele tenni valami felszólítás, ha hozzáig tartozik azok a szilfák, hogy azokat vágják vissza, vagy vágják ki, illetve hogyha akkor az önkormányzati út, akkor abban tegyünk valami intézkedést. Köszönöm szépen, tehát mindenképpen akkor érdeklődő asszonynak adnám meg, akkor ezt a Táncsics utcai dolgot akkor nézzük már meg. Legalább nyírjuk feljebb azokat a fákat, hogy legalább normálisan el lehessenek közlekedni mellette. Mi ültettük még annak idején, vagy jó pár évvel ezelőtt, már mondjuk 10 éve szerintem. 10 éve lettek ezek ültetve. Akkor a fűnyírással kapcsolatban is akkor meglátjuk, hogy mit tudunk még akkor ebbe tenni. Tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy a városüzemeltetőnek a feladata. Én már amikor a bizottságülésen is elmondtam, hogy nézzük már meg a megállapodásunkat, hogy mire terjed ki, mely területekre terjed ki, mert nyilván ott kutya kötelessége a városüzemeltetőnek rendbe tartani azokat a területeket. Ami meg nem esik esetleg bele, akkor arra meg akkor egyéni megoldást fogunk találni. Volt még valami? Nem, köszönöm szépen akkor. Kincses László képviselőtársam. Folytatnám a Táncsics utcát. Van egy hétvégi élményem arról, hogy a körforgalomban az északi sorról a Táncsics utcára forduló külön sávot lezárták. Igen. Évek óta látszott, hogy meg volt süllyedve az a akna. Gondolom ezzel függ összekérdezném, hogy mi a technikai megoldás, mert az én emlékeim szerint az a része az önkormányzati. Főút, vagy hát az állomásvezető út és csatlakozás. Hát arról az utcáról beszélsz, hogy megyek be a körforgalom, és akkor jobban megyek a Táncsics utca felé. Az északi sorstól való. De van a zárva most jelenleg is. Igen. Tehát ott az E.ON ténykedett, tehát ők igazították meg ott a sávot. Tehát még aszfaltozás híja van ott annak, tehát én szerintem nincs leaszfaltozva, azért van még továbbra is lezárva, ennyi a probléma. De akkor jelezzük már felé, vagy nem tudom, irányra vezető azt, hogy voltunk, és jeleztük a Tigáznak, illetve a közműveknek, hogy nagyon
balesetveszélyes, ugye meg volt ott süllyedve az aknaszem, és ők vagy csinálják, majd hogyha kész lesz, akkor visszaadjuk a forgalomnak. Köszönöm szépen. És akkor még már kapcsolódó kérdésem, az épülő kerékpárút, ami a állomástól megy kifele, hát azon most az látszik, hogy különböző fázisokban, de nem lesz kész, ez látszik. Hogy ezt rá lehet fogni villany, oszlop, csere, kiváltás történetekre, az sokszor rá lehet fogni. De hogy mikor fognak hozzá a Kossuth utcán? És ott milyen fajta közmű kiváltási gondjaik lesznek, ami miatt a határidejük erősen kockázatos? A megbízható, mert eddig erről a cégről az volt az általánosan kialakult vélemény, hogy megbízható és pontos. Most meg nem ezt az energiát látjuk ebbe a útépítésbe befektetve, és akkor kérdezném, hogy ennek a noszoktatási lehetősége, a sürgetési lehetősége mi a részünkről? Mert képviselőtársam rátapintott a lényegre, hogy pontosan az a villanyoszlopokkal van probléma, ennek az egyeztetése folyik, és úgy tűnik, hogy már most megoldásra kerül. Korábban még arról is szó volt, hogy lehet, hogy fél évet fog csúszni annak a villanyoszlopoknak a kivétele, és ugye elvileg ott ugye kikerülnek a villanyoszlopok, és akkor a földben fog menni majd a kábel. De már most úgy néz ki, hogy ez megoldódik, és akkor minél hamarabb el tud indulni ez a folyamat is. De én arról vezető azt mondja, hogy megadnám a szót, hogy pontosítsa majd az időpontokat. Felvettük az EON-nal a kapcsolatot, amint lehetett, és ugye ezeknek a villanyoszlopoknak a kiváltása fog történni. És végül is reagált is az EON, elkészítette a szerződést, stb. Csak most abban sürgetnénk az EON-t, hogy egy ilyen augusztus végi időpontot határozott meg, mert ott egy áramszünetet kell majd elrendelniük, stb. Tehát ilyen technikai dolgok vannak, és emiatt egyeztetünk, hogy nekünk nagyon sürgős volna, hogy mi hamarabb ezt, ahogy ők is az ő szabályzatok szerint ezt meg tudják tenni, ezt mi hamarabb tegyék meg. Egyébként tegnap egyeztettünk a vállalkozóval, ők próbálják tartani az ütemet. Valóban a második rész, azt ott kértek egy átütemezést, és annak megfelelően, ahogy arra engedélyt kapunk, úgy folytatják a munkálatokat, de dolgoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselőtársam kért még szót. Köszönöm a szót, a polgármester úr. Két rövid kérdés foglalok össze. A gyalogos átkelő itt a Gombafagyizónál, a Daruháruház felé, egyszerűen le van szakadva az út, egy odadobott raklappal lefedve, élet és baleset veszélyes, hónapok óta így van, valaki biztos tudja az okát, én szeretném tudni, mert nem tudom. De ellenbe folytatnám. Ez pont a belváros kellős közepe. Ennyire figyelünk a városunkra, és akkor felolvasnám azt a levelet, amit kaptam az önkormányzattól, nem egyet, kettőt, a kettő tartalma ugyanaz, egyik jött képviselő, testületi anyaggal, simán a borítékban, másikért személyesen kellett befáradni, hogy átvegyem, a tartalma ugyanaz. És akkor ebből idéznék egy röpke sort. A Petri Pál és a Budai Dejantal utcák sarkán található problémás járdaszakasz felmérésére a szervezési, jogi, közigazgatási iroda vezetője utasította Sas Bulcsú Ferenc közterület felügyelőt, aki a felmérés követően megállapította, hogy nem a fent említett utcák sarkán, hanem a kis utcán van gond a járdaszakasszal. Ezt követően megtette a feljelentést az említett problémás járdaszakasszal kapcsolatban a Püspökladányi Rendőrkapitányság felé. Tehát én akkor is elmondtam, amikor ebbe feltettem a kérdést, hogy itt a gaz nőtte be az utat, és erre még tetőzött az, hogy rádobálta az EON szakemberei a kivágott fákat. Én tegnap este mentem ki, ledokumentáltam ezt a jelenlegi helyszínt. Mindenkinek nagyon szívesen odaadom a fényképezőgépet, megnézheti. Ebből tisztán látszik, hogy nem egy-két hónap alatt kialakult helyzetről beszélek. Ez körülbelül egy fél év eredménye, hogy ez az utcaszakasz így néz ki. Ha ezek után a közterület felügyelő ezt az állítást, amit ebben a levélben leírtak, lemerte írni, vagy valaki ő által adott információk alapján leírta, én mélységesen süllyedek a szégyentől, hogy Püspökladányban ilyen hivatalos levelek mehetnek ki az önkormányzattól. Én ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak tartom, hogy így figyelünk oda a munkánkra. Attól függetlenül, hogy a tartalma milyen, legalább a fáradtságot vegyük, és a helyszínen győződjünk meg róla. És én felkérném a helyi televíziót, én ezen a szakaszon nagyon szívesen adnék egy riportot.
Még azt is meg fogom tudni valósítani, hogy munkahelyemről eljöjjek azért, hogy munkaidejbe történjen meg a riport. Tehát felkérem a tévé szerkesztőségét, hogy tegyenek arra lehetőséget, ők nevezzék meg azt a napot, amelyik nap hajlandóak kijönni erre a területre, és ott velem egy riportot tudnak forgatni. Én állok a rendelkezésükre, gondolom egy délután 3 óra időpont teljesen megteszi, úgyhogy ha van mód és lehetőség itt, ezen az utcasarkon, szeretnék riportot adni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, tehát az alapvető problémám hónapok óta fennáll, és nem is értem ezt a részét, mert ugye én Salzburgtól kiküldtem 2 napja is, hogy mérjem már fel, hogy akkor mi van a tábla, egyik részre a tábla tűnt el, nem tűnt el, mi van. Tehát ott a Kis Ferenc utca sarkán, amikor befordulunk balra az Esze Tamás utcára, ott teljesen tökre van téve ott az aszfaltút, meg már teljesen azt hittem a gödörbe menek a... Hogy melyikről? Ez nem a közös. A másik még megyen tovább, és nem. Akkor ott lefordulok a Dunajnagyantól utcához. Hogy ez melyik a Petri Pál sarka? Igen, mondja már akkor. A telepnél lejövünk alól, átmegyünk a Budain, a Petri Pál kereszteződéseihez érünk. A bal oldalban van egy nagyon gazdag gyomos épület. Előtti tér, vagy a közösségi rész. És ez meg a másik oldal, megyünk tovább kifele, és ott a másik sarkon van, amit ő képviselőről beszél. Tehát ez 2 különböző dolog. Tehát nem a nagytestű járműveknek a közlekedéseinek az eredménye a járda probléma, hanem ez, hogy elhanyagolt ott évek óta nem lakik senki, külföldön vannak. Kihajóva már majdnem a köves út is. Kint a köves út is, majd is felütte rajta. Tehát 2 különböző. Jó, értem, tehát akkor ez nem az, amire én gondoltam. Akkor annyit tegye már meg akkor elnök úr, hogy ezeket a képeket rendelkezés, hogyha egy sár számunkra, és akkor minden hamarabb tegyük meg az intézkedést. Igen, Jézus úr. Köszönöm szépen, annyit akarok ehhez a dologhoz hozzáfűzni, hogy mind a 2 ingatlan tulajdonos, tehát akik átelemben vannak, megkapták a felszólítást az ingatlan, illetve az ingatlan előtti köztetlen betételére július 1-i határidővel, amennyiben ezt nem hajtják végre, akkor közérdekből elvégezzük a gasztronitást, aminek nyilván a terheit a tulajdonosokat fogjuk ráterhelni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marga Zoltán képviselőtársam. Kétszer volt van kérdés, akkor majd... Vagy egyszer lett? Köszönöm szépen, akkor nem látok már ilyen kezdeményezést. Áttérünk az interpellációkra. Maraca? Szóli Maraca? Interpelláció? Kincses László képviselőtársam. Szeretném még egyszer jelezni, hogy múlt havi interpellációra nem kaptam írásos választ, de lakásoshoz kötődött, pontosan, bocsánat, Belegyúló utcához kötődött, és egyszerűen nem akarom érteni, hogy még mindig a panaszon kívül, hogy milyen körülményekhez fogadta az ügyvédi úr, a polgármester úrékat, azon kívül ebben az ügyben mennyire jutottunk. A mostani interpellációs témám szerintem ettől többször súlyosabb, lehet, hogy anyagi értelemben nem, de lehet, hogy mégis. A televízió még valamikor május elején adott egy győzelmi jelentést a Polidük telephely megvásárlásának a szerződés aláírásáról. És mivel az információmat sokáig csak onnan vettem, amit a képeken láttam, számomra ez egy teljesen szokatlan szituáció volt, egy bizarr szituáció. Láttam, én a képet ugyanis az irodában 4 főt láttam. 3-at ismertem, a 4-et nem. És miután megtekintettem a szerződést, amit a múlt hónapban kértem, de nem kaptam meg, tehát betekintettem az adásvételi szerződésbe, akkor erős megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy kiknek a nevét olvashatom a aláírt szerződés. Kérdésem a következő. Az önkormányzat tulajdonában levő ingatlan eladásával kapcsolatban az önkormányzat által megbízott ügyvéd miért nincs jelen egy ilyen adásvételkor? Van-e tudomása az önkormányzati ügyvédnek az ügyletről? Ellenjegyezte vagy bármilyen fajta vélemény nyilvánított az ügylettel kapcsolatban? Mert hogy
és most már a korai reggeli kérdés választott rá, tudhatjuk, hogy január 1-e óta a Városi Üzemeltető Kft. Ügyvédje az a személy, aki ezen a képen ott látható. Még önmagában ez is elég meglepő, hogy a Városi Üzemeltető, akinek az volt a feladata, hogy a meghirdesse és a értékbecslést lebonyolítsa, hogy a Városi Üzemeltető foglalkoztat egy ügyvédet, akit az imént megbeszélt módon a határidő eltelte után választ, mert ez, ehhez joga van. De hogy előtte tájékozódik az ügyvéd aktuális tevékenységéről, hogy az hova kötődik, az viszont elvárás. Nos, név nélkül a illető ügyvéd úr a Politikus ZRT közgyűlésének elnöke. Magyarán szólva olyan mértékű összeférhetetlenség található ebben a szerződéskötésben, ami a benfentes információkkal való, mondjuk azt, hogy gondatlan eljárást tartalmazza, utal rá, felveti annak a gyanúját, és ugyanakkor pedig a önkormányzati ügyvédet kihagyták az ügymenetből. Na most, ezekből csak egyre lehet következtetni. Ha mi, bárki, aki ebben eljárt, különösen novembertől kezdve, amikor alpolgármester úr, illetve még nem alpolgármesterként, illetve jegyző úr tárgyalt az ügyekben, akkor nem tudták, hogy az illető ügyvéd úr 2013 óta a Politikus ZRT közgyűlésének elnöke, egyébként jogi tanácsadója is, akkor arról van szó, hogy alkalmatlanság esete merül föl. Ha tudta, akkor szeretném jelezni, hogy ez azt tartalmazza, írásos válaszokat kérünk a felvetett dolgokra, és attól a pillanattól kezdve, amikor az írásos válasz beigazolja, mert ha nem az is egy baj, hogy amiket itt felvetettem, az így van, akkor az a szerződés érvénytelen. Csak mondanám. Köszönöm szépen, én most hallom először, hogy a közülés elnöke. Én nem tudom, hogy ez valamilyen jogi, hogy hívják, hogy jelenthet abba, hogy a Politikus meg a Városi Önkormányzatok kötött egy szerződést. Én ezt az urat onnastól kezdve is van, amikor ugye megjelent, mint az ügyvédként a Politikusnál. Arról is csak akkor értesültem, amikor Varga úr bejelentette, hogy ki az ügyvédje, akkor láttam már mind őket közösen együtt. Én nem tudom, Laci, megmondom neked a szót, hogy ezzel kapcsolatban mi a álláspontod jogilag, jogi oldalról. Tehát az, hogy kikinek a közülésének az elnöke, nem tudom. Na. Lényegében a Politikus vállalta, hogy ő előkészíti az előszerződést és a szerződést. Tisza ügyvéd úrral nyilván konzultáltunk, ő ezeket véleményezte. Lényegében ezen véleményezések alapján történt meg az is, hogy megkerestük a Nemzeti Vagyonkezelőt, mint elővásárlási jogosultját ezzel a ügylettel kapcsolatosan. A Politikusnak az ügyvédje az, hogy a Városi Üzemeltető Kft. Alkalmazottja, vagy jogi tanácsadója, az lényegében akkor vált világossá, amikor a májusi beszámolónál a úriember itt volt. Köszönöm Március. Szépen. Március, bocsánat. Köszönöm. De ettől függetlenül jelente összeférhetetlenséget, hogy egy ügyvéd titoktartási kötelezettsége van, tehát... Persze. Köszönöm szépen. Varga Zoltán. Képviselőtársamat kérdezem. Köszönöm a szót a polgármester úr. Én a helyi buszközlekedéssel kapcsolatban szeretnék egy észrevételt vagy egy kérdést megfogalmazni. Bár ma már tárgyaltunk róla, de ez egy hosszabb távú feladat lenne, vagy kérdés, hogy a bizottságok vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a, ki lehetne bővíteni ezt a szolgáltatást azzal, hogy a buszjárat tegyen egy temető kitérő megállót. Tehát amikor az Árpád utcáról megy a Kármin tér irányába, hogy visszafele, akkor egy temető megállót iktasson be. Igazából sem időben, sem távolságban nem megoldhatatlan feladatnak tűnik, viszont a lakosság szempontjából tudna egy lehetőséget biztosítani a temetőbe való könnyebb kijutásra. Köszönöm szépen, köszönöm. Akkor jelezzük már a szemeltető felé, hogy akkor ilyen kérdés érkezett, és akkor vizsgáljuk meg ennek lehetőségét, jó? Köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselőtársam. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Én ehhez a temetőjárathoz csatlakoznék be annyival, hogy engem több lakos megkeresett, ezek zömében idősek, hisz tudjuk, hogy a temetőjáratot főleg ők használják, és ők utaznak ezzel.
és olyan jellegű észrevételük volt, amit én úgy gondolok, hogy jogos, ugyanis a temetőnél lévő buszvárónak egy padja van. És sajnos a busz szerencsére a busz kihasználtsága jó, és sokan utaznak, és gyakran előfordul, hogy nem tudnak az idősek helyet foglalni. Kevés az egy pad. Ők kérték, hogy ha mód és lehetőség van, akkor a padok számát legalább duplázzuk meg, mert akkor esetleg lehetőség lenne az, hogy többen helyet tudnának rajta foglalni. Az elmúlt időszakban ebben a hőségben volt, aki már a földön ült le, és ott próbálta megvárni a buszt. Én úgy gondolom, a mai világban ez már nem méltó, tehát itt egy pad elhelyezését kérnék, hogyha lehet. Köszönöm. Akkor irodavezető asszonyra nézek, hogy akkor ezt is foglaljuk már a többi mellé hozzá. Hál' Istennek, hogy elég sok anyagot, haszonanyagot összeszedtünk itt a fő utcáról, amit már nem tűzrevalóként fogunk hasznosítani, hanem a városban különböző dolgoknak a megvalósításához, így a padoknak a kirakásához is akkor be tudjuk ezeket használni. Úgyhogy kérem, akkor irodavezető asszonyt, hogy egy ilyen padot helyezzünk már ott ki. Köszönöm szépen. Nem látok több ilyen kezdem, ez egy Fenyős Fidor képviselőtársam. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Hát egy lakossági panaszt szeretnék bejelenteni. Sokan megkerestek azzal, hogy a Püspökladányban, sok utcában, járdán nem lehet eljárni. A kilógó ágok, a mellültetett fák, szilvafák, a bulkánik előadott. A kisgyermekes anyák nem tudják tolni át a kocsikat, hanem ki kell menni. Még a lakosok azt mondják, hogy menjenek ki a közútra, ott menjenek el, nem ottan. Mert azt a fát elültette, ő azt nem vágja le azt az ágot. Ezzel mit lehet tenni? Inkább jegyzőútra kérdem meg ezt. Igen, azt tudom mondani, hogy most mivel olyan időszakban vagyunk, amikor ezek a gyümölcs termőfák érésekbe vannak, azt gondolom, hogy most nem lenne egészséges beavatkozni, de a őszi időszakban akkor igyekszünk megnézni, hogy hol vannak ilyen kritikus pontok, és akkor a tulajdonosokat fel tudjuk szólítani, és kötelezni tudjuk, hogy a közlekedés tudják garantálni a járdán. Köszönöm szépen. Nekem is. Ne kell várni. Csemegézik a gyümölcsöket. Köszönöm szépen. Interpellációkra nem látok több jelenkezőt, akkor közérdekű bejelentések következnek. Ami gondolkodtok, akkor én mondanék el néhányat. Egyik ilyen, hogy a nyolcadikosaink most ballagtak, és a ballagást megelőzően szokás szerint itt voltak a hivatalban a nyolcadikos osztályok, itt fogadtuk őket ebben a teremben, és minden gyerek amellett, hogy kapott egy oklevelet, kaptak egy Kölcsey Ferenc térképészünkről is egy könyvet, amelyet szívesen meg is köszöntek a képviselőtestületnek. Azzal is gondoltuk azt, hogy egy Karas Ferenc Kölcsey, Karas Ferenc térképészünkről, köszönöm szépen, hogy kijavítottál, kaptak egy-egy könyvet, ami igazából arra inspirálhatja őket, hogy azért a püspökladányi térképészünk is milyen híressé vált, és hát ha többőjük ugye ezt az utat tudja követni. Aztán olvastam a következőt, hogy Püspökladányi Város Önkormányzata 5 millió forint támogatásban részesült a Magyarország 2018 évi központi költségvetéséhez szóló törvény alapján, meghatározott muzeális intézmények szakmai támogatására, Kubinyi Ágoston program fordítható központosított elérezett terhére. Gratulálunk az előkészítéshez, meg örülünk akkor ennek a pénzek, amit megfelelő módon tudunk felhasználni. Akkor most hétvégén került átadásra egy díj, amelyen Balázs Sándor képviselőtársamat kérte meg, hogy menjen el, hát Balatonfüredváron volt eléggé hosszú úton estek túl, amelyben ugye kaptuk az értesítést az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől, hogy Püspökladány városa Polgárőr Város címet kapta meg. Majd mondom, szombaton 10 órától lehetett átvenni az Országos Polgárőr Nap alkalmából rendezett rendezvényen. A Faragó Zoltán úr ugye a Polgárőr elnök vett részt, és Balázs Sándor képviselőtársam, és elhozták nekünk ezt az oklevelet, amit ott kaptunk, úgyhogy megfelelő helyre fogjuk kihelyezni, és gratulálunk a polgárőrnek, hogy igazából őket illeti a dicséret, hogy ilyen kitüntetést megkaphattunk. Köszönöm szépen, akkor
kérdezném, képviselőtársam, Kincses László képviselőtársam. Igen. Arról szeretném most a lakosságot tájékoztatni, meg a képviselőtársaimat is, mert nem mindenki volt jelen. Múlt héten szerdán, amikor a összevont bizottsági ülés volt, és kicsit meglepve hallottam ezt a verziót alpolgármester úrtól, hogy úgy gondolta, hogy 6 órakor vége volt az egésznek, és ezért kiment. Hogy ott történt valami, amikor ő ment ki, mégpedig számomra teljesen megdöbbentő dolog, ide ér mellém, és azt mondja, hogy figyelj, van itt neked valami ajándék, de nem mond senkinek, majd vedd már át. Mondom, mi van? És így maradtam, 2 perc múlva pedig visszajön. A polgármester úr kezében egy reklámszatyorra, és azt mondja, ez a tiéd. Hát én köszönöm szépen ezt, és adja annak, akinek gondolja, de engemet ilyen fajta módon, semmilyen fajta módon ne befolyásoljon, ne korlátozom. És én adjam nekem ajándékokat. Köszönjük szépen. Képviselőtársak, nem történt össze azért, eléggé röcsök. Hát elmondom önnek, hogy milyen ajándék volt, ez úgy láttam, hogy akkor ő meg a decemberi képviselőtestületi ülésen nem volt itt, amikor minden képviselőtársunk kapott egy ilyen ajándékot, ami a mi is volt ez az ajándék, ez a karácsonyi ajándék, egy lámpa, amelyen elhangzott az a döntés, hogy az egy lámpa mellé mindenki megkapja a második lámpát is. Megérkezett ez a lámpa, és én szívesen átadtam a képviselő úrnak. Ha nem tart rá igényt, akkor majd felajánljuk valami rendezvényen, majd egy tombolába. Köszönöm szépen, ennyit erről. Akkor következő. Ezt az elkülönösi szintet nem is értettem. Köszönöm szépen, a polgármester úr. Igen. Szeretném a közérdekű bejelentéseknél tájékoztatni a kedves lakosságot, hogy idén is július 1-én a Semmelweis nap alkalmából az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napján nem lesz elérhető a rendelőintézetben nyitvatartó orvosi rendelés, úgyhogy kérem készüljenek úgy, hogy ügyeleti idővel kell majd számolni. Kedden rendes időbe kezd mindenki. Köszönöm, köszönöm szépen, akkor felhívjuk a figyelmet erre, hogy a lakosság akkor másképp oldja meg ezt a problémáját. Nem látok több ilyen kezdeményezést. Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Előterjesztés az önkormányzat 2019 évi második fél évi üléstervének jóváhagyásáról. Kérdéseket? Meg éppen látok, Kincses László képviselőtársam kér szót. Csak a évente 2-szer előforduló kötelező formaság miatt teszem fel a kérdésemet. 18. ilyen esemény van, amióta én képviselő vagyok. És a 18-ból, hát mondjuk olyan 12-3-nál volt, ami olyan naív, hogy kezdeményeztem üléstervi javaslatokat. És hát ugye sose kerültek bele az üléstelbe, az ismert válasz majd a különfélék. Na most miután tavasszal vagy nagy nehezen januárról februárra a pénzügyi és ügyrendi bizottság külső tagokkal bővült, akik szakemberek, ezért az egyik hölgy számomra legalábbis eljutatott egy egészen vastag javaslati csomagot, hogy mi mindent kellene tárgyalni a képviselőtestületnek. Hát ugye nem lep meg, hogy egyáltalán nem került bele el se a körbe. Én inkább csak a jegyzőkönyvek és azoknak a képviselőtársaknak szeretném mondani, akik majd október után is itt ülnek, mert hiszen nem tudhatjuk, hogy kik ülnek itt. Hogy azt, amit a pénzügyi és ügyrendi bizottság külsős tagja leírt, azt lehetőség szerint mindenki kérje ki a hivataltól, olvassa át, értelmezze, és tudja, hogy majd mi lesz a feladata októberben, amikor az új képviselőtestet le teszem eskü. Köszönöm. Köszönjük szépen. Van még kérdés? Vélemény? Szavazzunk, aki egyetért vele. Csak teszem mindenbet, és anyagomat. Majd Zoli decemberben kapsz.
8 igen, nem és egy tartózkodással, egy nem szavazattal elfogadtuk az előterjesztést. Következő napirendi pontunk, előterjesztés székhely bejegyzéshez való hozzájárulásra. Kérdezném elnök asszonyt, hogy milyen döntés született a bizottság részéről? Igen, körbejártuk, megkérdeztük az intézményt is, hogy jár-e valamilyen hátránnyal, ha ehhez hozzájárulunk, semmilyen negatív előjel nem volt, viszont Rákosi doktor nálunk elég megbecsült ember, és mivel megszűnt a magánrendelőjébe, vagy eladják azt a lakást, akkor ebben segítheti a egészségügyi Kft., hogy oda bejegyezheti a székeit. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Balázs Sándor képviselőtársam. Köszönöm a szót. Úgy látszik, hogy ez már nekem lassan ilyen betegség, mióta pénzügyi bizottsági elnök lettem, de csak megkérdezem, hogy ez valamiféle bérleti díjjal jár-e, tehát fog-e ott valamit bérelni ez a tevékenységet végző társaság, tehát gondolok itt arra, hogy irodára, esetleg bármire. Tehát, hogy fognak-e ezzel kapcsolatban valamiféle életi díjat fizetni? Illetve már, ha itt járunk, akkor megkérdezném jegyző urat, hogy annak idején az Arany Kuporica Kft., aki ide a felszintre lett bejegyezve, hogy jelen pillanatban éle még ez a itteni címük, tehát be vannak-e még jelenkezve ide a felszintre ez a Kft., vagy pedig már sikerült úgymond törölni ezt a bejegyzést? Köszönöm szépen! Már nem ide tartozik, de jegyzőre megadom szó, hogy mit tud erről a Arany Kft.-ről. Köszönöm szépen. Nem érkezett semmilyen hivatalos megkeresés részünkre felénk, hogy kérné, hogy akkor vezessük ki ezt a bizonyos székhelycímet. Egyébként a kollégámmal egyeztetve vélhető ellenőrzést is fogunk készíteni, mivel ez a cég nem látható, hivatalos dokumentumok sem érkeznek a székhely címükre, úgyhogy véletlenül a képviselőtestülettel szeretnék kimondatni a törlés szándékát. Köszönöm szépen. Van még kérdés? Vélemény? Szavazzunk, aki egyetért. Kérdés, igen, nem tartózkodás, egy nem szavazott, elfogadtuk az előterjesztést. Ja, Tóth Laci kiment pisélni. Jó, kikapcsolta a képet? Következő napirendi pontunk, Püspökladány város önkormányzatának 2019 évi önálló szúnyoggyérítéséről. Tulajdonképpen, amit már ugye előzetesekben is bejelentettem, bizottságok már jóvá hagyták, de azért kérdezném a bizottságokat, hogy akkor milyen döntés született a szúnyoggyérítések kapcsolatban, ami tulajdonképpen vasárnapán meg is valósul, hiszen próbáltuk előrehozni a megrendelőt a képviselőknek a hozzájárulásával, hogy minél hamarabb tudjuk ezt a problémát enyhíteni. Kérdezem bizottsági elnök asszonyt, hogy tárgyalták-e a szúnyoggyérítést? Igen. Igen? Össze volt. Hogy össze van a bizottsági volt? Tehát a három bizottság? Hát megkaptuk az előterjesztést. Akkor hármatok véleményét mondd már el, mert úgyis Laci éppen megint. Gyakorlatilag ez aktuális volt, és mindenki örömmel vette, hogy megtörténik egyáltalán a városban is a szúnyoggyérítés, mert iszonyú mennyiségű szúnyog található a város. Köszönöm szépen. Kérdés van-e? Orsos László képviselőtársam. Köszönöm a szót, a polgármester úr. Azt kérdezném, hogy mivel az önkormányzati költséggel fog megvalósulni, hogy a későbbiekben van-e arra lehetőség, hogy állami támogatást utólagosan behajtsunk a... Köszönöm, arra nincs, hogy utólag behajtsunk, hanem mikor lesz az állami szúnyoggyérítéssel kapcsolatban majd a rendelet, akkor mi megteszünk még egyszer, akkor lesz a szúnyoggyérítésünk. Nagy valószínűséggel nagy szükség is lesz rá, hogyha... ha ezt majd meg tudjuk tenni. Tehát ezekünk 900 ezer forintból száfa költség el fog járni, és egy tartalék alapunk terhére kerül az elszámolásra. Balázs Sándor képviselőtársam. Köszönöm a szót. Azt szeretném megkérdezni, hogy mivel tudjuk, hogy egy szúnyoggyérítés, nem szúnyoggyérítés, mert az adott populációnak az a időpontjában történik, ami csak egy réteget érint, ami fog elpusztulni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy itt ténylegesen be fog itt úgymond nagy mennyiségben kevesebb szúnyó fog kerül, hogy mondjam, születni vagy jelen lenni. Tehát én úgy gondolom, hogy amit beadtunk igényt, és gondolom, hogy az is folyamatban van,
az be fog következni, és akkor még az idén lesz egy másik szúnyog, második szúnyoggyérítés, aminek ellenben a hatását azért már mindenki azonnal fogja érezni. Tehát én úgy gondolom, hogy, és az lenne a kérdésem, hogy ha lehet, akkor 2020-ra is ütemezzük be ezt a szúnyoggyérítési igényt az állam felé, és lehetőleg korábban, mint most, mert akkor esetleg az első ütemben valósulhatna meg, és akkor több értelmét venné a történet, bár így is nagyon örülünk neki. Tehát a kérdés az, hogy van-e rá lehetőség, illetve hogy néz ki, hogy meg fog történni ez a második körös szúnyoggyérítés. Tehát azért mit mondtam el, hogy a második körös gyérítés is meg fog történni, mert ugye nem vagyunk lekésve semmiről, beadtuk időbe a kérelmünket, hanem az állam részéről még nem történt meg a bírálat. Körülbelül 3-4 napja jelentették be a tévébe, hogy akkor az állami költségvetés részeként ezt is előre hozták, és akkor rövidesen megindul ennek a folyamata. De ha nem jól mondom, akkor egész is kér, bíróvezető asszony. Köszönöm szépen a szót. Tehát a tavalyi évben, mikor megjelent ez a nyugat-nílusi láz megbetegedés, és azonnal léptünk a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban, már akkor jeleztük a belügyminisztériumnak, hogy ha lehetőség van rá, akkor az állam is segítse a gyérítést. Tavaly egyértelműen mondták, hogy kimerült a keret, már nem tudnak rá biztosítani, és mi azt a igényünket folyamatosan fenntartottuk a tavaly évben jelzettet is, de ebben az évben is folyamatosan megerősítettük. A belügyminisztérium kiközli hetente, hogy mely területeken gyérítenek, akkor a bizottságülés folyamatában is látszódott, hogy a hetedik heti tervben Püspökladány nem szerepel. Azóta a médiában hallható volt, hogy a kormányzat biztosít egyéb forrásokat is még a gyérítésbe. Reméljük, hogy akkor ebből a többletforrásból Püspökladány is részesülni fog, de az igényünket folyamatosan fenntartjuk, azt nem vonjuk vissza. Köszönöm szépen. Morga Zoltán képviselőtársam kérdés szót. Köszönöm a szót a polgármester úr. Közben jól szeretném megkérdezni, csak egy technikai jellegű kérdés, hogy láttam, hogy Bárándra és pont ugyanebben az időpontban van meghirdetve, hogy ugyanaz a cég végzi. Tehát bizottságülésen jeleztem is, hogy ahhoz, hogy ezt a tehát csökkentett áron tudja a szolgáltató elvégezni a feladatot, ahhoz Püspökladány lélekszáma nem elég, vagy területe és lélekszáma nem elég, és keresni kellett magunkhoz partnert. Ez tavaly évben is így volt, hogy sokkal olcsóbban tudta vállalni a vállalkozó, hogyha több települést bevontunk. Akkor ugye az egész járást összefogtuk. Most jelezte, hogyha még megfelelő lélekszámot keresünk magunkhoz, akkor az úgy elég lesz, és mivel Bárán jelezte, hogy ő is szeretne részt venni ebben a programban, ezért mi ketten elégek vagyunk ahhoz, hogy... Csak egy időpont, 7 órára lett megkérdezve mind a kettőt. Hát igen, gondolom, hogy... Lehetett úgy esetleg itt kezdődött? Hát... Szerintem egymás után végzi a vállalkozó, ez tavaly is így volt. Ha a más település is jelzi, akkor nyilván segítünk, tehát koordináljuk, hogyha ha tudunk, segítünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, átérhetek akkor a véleményekre. Balázs Sándor képviselőtársam. Köszönöm a szót, a polgármester úr. Igen, én is úgy hallottam a hírekbe, hogy azt a nyilatkozatot adta valaki az állam részéről, hogy anyagi korlát nélkül végzik a szúnyoggyérítést, aminek nagyon örülök, illetve még most se igazán értem, hogyha nincs anyagi korlát a gyérítésre, akkor miért önerőből kell nekünk ezt most kifizetni, és az állam miért nem kompenzálja visszamenőleg ezt a városunknak. Tehát nem tudom, hogy kinek lehet ezt a kérdést föltenni, de mondjuk az biztos, hogy én az országgyűlési képviselőtől ezt megkérdeztem volna, csak itt volt fogadóórán, mi meg itt ültünk testületi ülésen, és ezzel a kontaktus ő irányába kizárva, én itt eltöltött, lassan mondhatom, szűk 5 évem alatt én testületi ülésen nem találkoztam vele, én testületi ülésen kérdést nem tehettem föl számára, pedig nagyon sokszor jó lett volna, ha tudtunk volna tőle kérdezni. Nagyon sok pluszkört nem futottunk volna, amiket rendszeresen futunk. Tehát én ezúton, ha tehetem és üzenem neki, hogy mivel a fogadóórája csütörtökön van, legalább így a fogadóóra utáni időszakban látogasson meg bennünket, és akkor esetleg tudunk tőle olyan dolgokat megkérdezni, ami a munkánkat segíteni. Köszönöm. És köszönöm.
A polgármester, sajnos Balázs képviselő úrnak igaza van, hogy a kormány kommunikáció és a tettek, azok most elcsúsztak egymástól. Én is vettem a fáradtságot és felmentem a katasztrófavédelmi főigazgatóság honlapjára, ahol gyakorlatilag azok a települések szerepelnek, akiknél állami támogatással fogják elvégezni a szúnyoggyérítést, és Püspökladán nincs rajta a eddig ismert adatok alapján, csak remélni tudjuk, hogy valaha felkerül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor döntési helyzet alakul ki, kérem szavazzunk. Tíz igen, nem is tartózkodás nélkül elfogadtuk. Következő napirendi pontunk, előterjesztés a 2019 évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről. Kérdések következnek? Nem látok én kezdeményezés vélemény. Szavazzunk, aki egy tért kérem, azt szavazzunk. Tíz igen, nem is tartózkodás nélkül elfogadtuk. Azért azt elmondanám, hogy a lakosság számára mégis, hogy jelezzük már, tehát tulajdonképpen az önkormányzatunk ezt az időszakot július 8-tól július 19-éig, tehát 10 munkanapon fogja ezt elvégezni, az igazgatási szünetet. Ettől függetlenül, tehát ügyeletet fogunk tartani, hogyha olyan nem halasztható problémája van valakinek, akit meg kell lépnie, akkor fáradjon be a hivatalunkba. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról szóló előterjesztés. És kérdezném, elnök asszonyt, akkor milyen döntés született? Két részből áll, mint ahogy eddig is mindig elmondtuk, az egyik a bizottság átruházatás körében a civilek támogatását a második fél évre nyújthatták be. Egyre több a pályázó, aki él is ezzel a lehetőséggel, és a bizottság igyekezett a hagyományokat tiszteletbe tartva úgy a támogatás mértékét odaadni, hogy amelyik nagyobb rendezvény, vagy már több éve, vagy évtizede megrendezésre kerül, mint például a kerékpártúra is úgy támogatni, ahogy a részvételi arány ennek megfelelő. Volt olyan egyesület, amely többet adott be, ezt is figyelembe véve próbáltuk a támogatási összegeket meghatározni. És azt is szeretném elmondani, hogy egy kis tartalékot hagytunk, nem költöttük el az összeset, pont azért, hogy a második fél évben elég hosszú ez az időszak, ha valami olyan rendezvény eshet be esetleg a városba, vagy valamelyik egyesület, alapítvány olyan eseményt próbál megrendezni, amiért támogatás kell legyen. Amennyiben nem lesz ilyen, akkor írunk ki a adventi időszak előtt egy plusz pályázatot, amelyben segítjük az egyesületeinket. Én először az átruházatás körben odaítélt támogatásokat szeretném, hogy mindenki a tévénnyilvánossága előtt lásson, aztán pedig az alapítványok mindannyiunk számára ott van, de az is legyen nyilvános. Tehát az egyesületek civilek támogatása következő. A Kedderkóc hagyományőrző egyesület 4 pályázatot is adott be. Az egyik 100 ezer forint, a második 20, a harmadik pályázat 30 ezer, és a negyedik pedig 50 ezer forint támogatást nyert, attól függetlenül, hogy milyen nagy és milyen látogatottságú. A MÁFSA klub 63 ezer forintot, ők a hagyományos Arnold Sándor emlék verseny is belekapcsolva kaptak 63 ezer forintot. A Horgász Egyesület 2 pályázatban 30-30 ezer forintot kapott.
a Csenki Imre Vegyes Kar Közhasznú Egyesület 20 000 forintot, a Sáréti Népi Együttes két pályázatban 60 és 50 000 forintot, a Jászmin Bokor Nóta Egyesület 30 000-et, a Püspökladányi Képzőművészeti Kör 30-at, az Áfész Énekkari Egyesület két pályázatban 30 és 40 000-et, a Kossuth Olvasókör három pályázatban 50, 10 és 20 ezer forintot, a Törő Gábor három pályázata 30, 10, és a harmadikat nem tudta pályázni, mert az nem volt összeegyeztethető a kiírással. Az Országos Széchenyi Kör Püspökladányi Szervezete 50 ezer forintot, a Természetvédő Csoport 20 ezer forintot, a Lovas Baráti Kör Egyesület 50-et, az Iris Mazsoret Csoport 50 ezeret, a Petőfi Sándor Általános Iskola Dezsnális Munkaközössége 50 ezeret, a Vasútbarát és Értékkör Egyesület két pályázatában 30 és 70 ezer forintot, ez összesen 1 millió 23 ezer forint. Amit odaítéltünk, és a másik, ami pedig testületi határozatra vár, mi csak javaslatot tehetünk a bizottságon belül, az alapítványok támogatására. A Peti Telepi Iskoláért Alapítvány 30 ezeret és 200 ezeret, ez a 200 ezeres a kerékpártúrához, a Muszka János Alapítvány négy pályázattal 30, 40, 40 és 100 ezer forintot, míg a Kálvin téri Általános Iskola Alapítvány pedig 40 ezer forint támogatást javasol a bizottság, kérem ezt támogassátok, ami 480 ezer forint összesen. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Van-e kérdése a nevétejlesztéssel kapcsolatban? Vélemény? Ja, kérdés nincs, és László képviselő. Én azt szeretném kezdeni ennek azt, hogy amikor a bizottsági ülés előtti szakaszban tudott-e betekinteni abba, hogy kik azok az egyesületek, akiknek kettős finanszírozási nyilatkozatot kellett tenni, ha jól tudom ezt a megfogalmazást, mi szerint, hogy a hacsban is pályáznak, vagy a hacsban, vagyis hát, hogy azt nyilatkozza, hogy nincs neki kettős finanszírozási keretköre, mert főleg az ilyen 3-4 beadott pályázatú, mondjuk azt, hogy rendszeresen megfordulóknál van az, hogy vagy miattuk, vagy nem azt mondom, hogy miattuk, hanem a 3-4 pályázat miatt gyakorlatilag olyan alacsony összegek jutnak gyakorlatilag egy-egy pályázó számára, hogy ez már közel megalázó. És hogyha innen szemben, hogy 1 millió forintot osztottak ki 27-8 vagy mennyi célra, akkor ez egész egyszerűen irritáló ahhoz képest, hogy a hacs pályázatban meg milliókat lehet szerezni. Tehát ezt a kettőséget szeretném megtudni. Köszönöm szépen, akkor megadnám a szót. A kettőt mi nem, hozzánk beérkezik a második fél évre. A kimondottan Püspökladány kulturális életét. Hozzájárulás, vagy azok a pályázatok, ahol kérik a mi általunk, a költségvetésünk által megszavazott összegről a támogatást, és nekünk arra van lehetőségünk, természetesen átnézzük a pályázatokat, hogy mire kérik. Van egy egyesség meg a pályázati kiírás, hogy mi az, amit mi támogatni tudunk, és ott, ahol kevesebb az összeg, amit odaítéltünk, általában arra kérik például, hogy hirdetésre, vagy valamilyen célra a pályázaton belül, vagy a rendezvényen belül, és mi nem adhatunk nekik mondjuk többet, hanem azt próbáljuk támogatni, amire kéri a pályázaton belül. És a hacsos nincs, nem értek vele egyet, ugye, hogy képviselő úr is, hogy mi tudunk adni 20-30-50 ezeret, a hacson belül pedig nyilván az elbírálás is más, meg a rendelkezésre álló összeg is. Abba mi nem tudunk sajnos. Köszönöm. Én is köszönöm. Nem látom, hogy további kezdeményezés, akkor szavazzunk. Tíz igen, nem is tartózkodás nélkül, akkor elfogadta a testületünk. Hoppá, hallottam egy hangot. Akkor a mai ülésünket bezárom. Úgy szól, hogy az interpelláló képviselőnek a kapott választ el kell fogadnia. Ez most nem történt meg.
Melyik interpellásnál? A múltkori interpellációra kaptunk egy írásos választ. Ezt a képviselőnek el kellene fogadnia, ezt a alpolgármesternek kellett volna feltenni, hogy elfogadja nem a képviselő. Laci, lehet, hogy igazolod. Ez így van egyébként, tehát a képviselő írásban megkapja a választ, akkor arról a sor következő ülésre nyilatkozik, hogy elfogadja el vagy sem. Akkor most pótolnám ezt, és elnézést kérek, hogy ezt nem tettük meg. Kérdezem akkor elnök urat, hogy elfogadja a választ az interpellációjára. Én nem interpelláltam, én minden választ elfogadom, de igen. Azt szeretném, azért jeleztem volna, hogy kaptunk egy meghívót is. Ezzel kapcsolatban nem mondott semmit. Mindjárt nem mondott, ha bezárkozunk. Tehát bezárás előtt. Akkor Lacit is kérdezem, akkor igen, elfogadom a választ, köszönöm. Köszönjük szépen, akkor így zárom le a mai ülést.